Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfón. Egy kicsit most erre az alkalomra változott a felállás, és hárman állunk itt a pulpitussákint. Itt van velem természetesen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterurak is. A menet annyiban viszont nem változott, hogy miniszterurak adnak Önöknek egy tájékoztatást, utána pedig a kérdések következnek. A tegnapi napon ülésezett a kormány, már az új kormánytagokkal, és természetesen a legfontosabb kérdés az most is a gazdaság kérdése volt és a háborúval összefüggő helyzet. Ezzel kapcsolatban születtek döntések, át is adnám a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit. Bízom benne, hogy a most kezdődő kormányzati ciklusban is az együttműködésünk az változatlan marad. A kormányinfó mindenesetre továbbra is rendelkezésre áll, hogy a kormányzati döntésekről beszámoljunk, és az Önök érdeklődésének megfelelő kérdésekre válaszoljunk. Két nappal ezelőtt alakult meg a kormány, és már is két ülést tartott. Az első ülésen kedd délután a veszélyhelyzet elrendeléséről döntött. Tudjuk azt, hogy az a háborús konfliktus, ami a közvetlen szomszédságunkban zajlik, milyen hatással van Magyarországra. Nem csupán egy közvetlen veszélyhelyzetnek vagyunk mindannyian kitéve, hozzátéve, hogy természetesen egyelőre a háború Ukrajna és Oroszország között zajlik, és semmilyen olyan adatinformáció nincsen, ami közvetlen veszélyt Magyarország esetén jelentene, de egy humanitárius katasztrófát és annak veszélyét viszont igen. Magyarországra több mint 700-an érkeztek a háború február 24-i kitörése óta Ukrajnából. És emellett pedig azt is látjuk, hogy a gazdasági következményei a háborúnak szintén súlyosak, különösen megfelelve az a brüsszeli politikával, amely nem csökkentette, hanem sokkal inkább szaporította a bajokat. Ennek ismeretében szavaztak április 3-án a magyar választópolgárok, ennek ismeretében döntöttek arról, hogy Magyarország tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne sodródjon bele a háborúba, hogy kimaradjunk ebből a háborúból, hogy a bizonytalanság és a háború időszak is válság állóvá tegyük a magyar gazdaságot, és minél több biztos pontot találjunk, biztos kapaszkodót találjunk, ami lehetővé teszi azoknak az eredményeknek a megvédését, amelyet az elmúlt években közösen értünk el. Mindenféleképpen ebbe a körbe tartoznak azok az intézkedések, amelyekkel az árstoppokat elrendeltük, ebbe a körbe tartozik maga a rezsicsökkentés védelme is, és azt látjuk, hogy ennek fenntarthatósága a kormány egyik legfontosabb, legnagyobb és legnehezebb feladata. Ne felejtsük el, hogyha valaki ma Nyugat-Európában megnézi a tudósításokat, megnézi azt, hogy az áram és a villanyáram és a gázára hogyan növekedett, akkor azt láthatjuk, hogy háromszoros, négyszeres, ötszörös vagy akár hatszoros növekedés is történt. Ennek ellenére Magyarország a fogyasztói árak tekintetében mindeddig fent tudta tartani a rezsicsökkentést. Most azonban van egy háborús veszélyhelyzet, a háborús veszélyhelyzet a gazdasági következményekre is kiterjed, ezért a kormány a rendkívüli felhatalmazásával élve rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozott létre. Az elhúzódó háború és az energiaválság újabb világgazdasági válság veszélyével fenyeget, és azt is tudjuk, hogy nem csupán a háború miatt ugrásszerűen megnőtt nyersanyagárak, hanem a brüsszeli szankciós politika is felelős azért, hogy az árak ilyen radikálisan emelkedtek, hogy nem megfékezni nem voltunk képesek a brüsszeli politikával ezt a folyamatot, hanem még rá is tettünk egy lapáttal. Az új magyar kormány két legfontosabb feladata éppen ezért az, hogy az elhúzódó háborús helyzetben ne csupán az ország biztonságát, hanem gazdaságát is képesek legyünk megvédeni. Éppen ezért ebben a háború közeli helyzetben is mindent meg kell tenni, itt háború földrajzi közelségére utaltam, nem pedig a közvetlen fenyegetésre, mindent meg kell tenni a rezsicsökkentés, a családtámogatások és a nyugdíjak megvédéséért, és most a kormány olyan döntéseket hozott, és olyan költségvetést fog az országgyűlés elé benyújtani, amely ezeknek az elmúlt években elért eredményeknek a védelmét biztosítja. Meg kell erősíteni a magyar honvédséget, és a háborús helyzetben az infláció, az áremelkedések és az emelkedő kamatok miatt
igazságtalan, vagy legalábbis méltánytalan extra profithoz jutó nagyvállalatoktól és bankoktól kell többlet tehervállalást kérni. Akik úgy gondoljuk, hogy ebben a nehéz helyzetben az árak emelkedéséből, a kamatok emelkedéséből következőleg haszonra, nyereségre, profitra tesznek szert, azoktól ebben a helyzetben elvárható, hogy segítség a magyar gazdaságot, segítség a magyar embereket, és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez, akár rezsivédelemről, akár honvédelemről legyen szó. Éppen ezért hoztuk létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot. Ebben gyakorlatilag extra profit különadók kerülnek. Ezek az extra profit különadók biztosítják azt, hogy ezekből az alapokból a kormány hosszú távon a rezsicsökkentés költségeit finanszírozni tudja, ahogy a honvédelmi fejlesztések költségeire is a honvédelmi alap szolgál biztosítékul. A jelenlegi helyzetből következő többletnyerességek megadóztatását is méltányosan gondoljuk. A többletnyereség egészét sehol nem vontuk el, de annak jelentős részét azért, hogy ezek a célok teljesülhessenek, igen. Az is fontos, hogy mindeközben a magyar kormány 2010 óta ismert arról, hogy a költségvetési célokat mindig betartotta. Ez vonatkozott a költségvetés hiányára is, az államadósság csökkentésre is. A koronavírus 2020-as éve volt egyetlen kivétel, de az a világban mindenhol kivétel volt. Éppen ezért ezen intézkedések mellett nem csupán a családokat tudjuk megvédeni, nem csupán a család támogatásokat, a rezsicsökkentést és a honvédelmi költséget tudjuk biztosítani, hanem ez arra is garanciát ad, ezek az intézkedések arra is garanciát adnak, hogy az idei 4,9%-os költségvetési hiánycél teljesüljön. A jövő évi költségvetés tervezetét pedig a kormány a mai napon, a pénzügyminiszter a mai napon a költségvetési tanácsnak átadja. Itt ugye az eljárási szabályok ismertek. A költségvetési tanácsnak 10 napja van arra, hogy véleményezze a költségvetést, ezt követően kezdheti csak meg, várhatóan június első felében az országgyűlés a költségvetés törvénytervezetének a tárgyalását. A jövő évi költségvetésben mintegy 68 000 milliárd forintos GDP-vel számolunk, 26 ezer milliárd körüli ennek megfelelően a költségvetési főösszeg, az infláció 5,2%-os lesz a jelenlegi bizonytalan környezetben meghatározható előrejelzések szerint. Ennek ellenére és a brüsszeli engedékenység ellenére, hiszen jövő évben láthatóan még nem kíván Brüsszel visszatérni a Maastrichti kritériumok által előírt szabályok betartásához, a 3,5%-os hiánycélt tűztük ki célul, és úgy gondoljuk, hogy reális a 4,1%-os növekedés. Ez is azt szolgálja, hogy a magyar pénzügyi politika kiszámítható legyen, és úgy tudjuk ezt a kiszámíthatóságot fenntartani, megőrizni, hogy eközben mindazokat a nagy társadalompolitikai célokat, amelyeket az elmúlt évtizedben a polgári kormány időszakában az országgyűlés a kormány megalkotott, ezeket is fent tudjuk tartani. Beszéltem már röviden a benzinárstopról. Itt is Európában ma a legkedvezőbb áron Magyarországon lehet tankolni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt komoly visszaélések vannak, és ezeket a visszaéléseket azzal tudjuk megakadályozni, hogyha a magyar rendszámú autók számára tesszük lehetővé a tankolást a benzinkutaknál, úgyhogy ezt a holnapi naptól be fogjuk vezetni. A magyar autóknak lesz lehet, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autóknak lesz lehetősége arra, hogy Magyarországon tankoljanak. Ha valaki megnézi a határ közeli benzinkutak forgalmát, akkor láthatja, hogy az a benzinturizmus, ami kialakult, az egyértelműen ellátás biztonságot veszélyeztet, és ezzel egyidejűleg pedig visszaélés is azzal, hogy Magyarország képes többnyire éppen az extra profit adóknak köszönhetően a 480 forintos benzin és gázolajárat fenntartani, miközben Európában 7 és 900 forint közötti benzin és gázolajárak vannak. Röviden ezeket szerettem volna elmondani. A részletekkel kapcsolatosan az egyik szakminiszter az, aki önöknek tájékoztatást tud adni. Köszönöm szépen. A háborús helyzet és a brüsszeli szankciók miatt újabb világgazdasági válság fenyeget minket. Látható, hogy az infláció már emelkedik.
és növekednek a recessziós félelmek. Ez ellen védekeznünk kell, és egy válság ellenálló, válságálló gazdaságot kell építenünk. Ennek részeként nagyon fontos, hogy kézben tartsuk a költségvetés és az államadósságot. Ragaszkodunk ahhoz, hogy idén 4,9%-os, jövőre pedig 3,5%-os GDP arányos költségvetési hiány alakuljon ki. Ahogy elhangzott, felállítunk két alapot, két védelmi alapot, a rezsi védelmi alapot és a honvédelmi alapot, és ezek mögé bevételeket teszünk. Ugyanakkor ezen alapok finanszírozása költséges, hiszen az energiaárak emelkednek, a honvédelem is egyre költségesebb, hiszen háború zajlik szomszédunkban. A bevételeket, a növekvő bevételeket főként extra profit különadókból fogjuk finanszírozni. Mielőtt erre rátérnék, nagyon fontos megemlítenem, hogy a kiadási oldalon is csökkentéseket hajtunk végre, annak érdekében, hogy elérjük a hiányt, 4,9%-os hiányt, illetve a jövőre a 3,5%-os hiányt, de úgy kell mindezt végrehajtanunk, hogy megvédjük a családokat, ennek szellemében a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat, a nyugdíjak vásárló értékét, a családvédelmi intézkedéseinket, adott esetben ezeket erősíteni is kell, és megvédjük a rezsi csökkentést. A kiadás csökkentése két dologban ölt testet. Egyrésztről a minisztériumok költségvetését csökkenteni kell, másrésztről az állami beruházásokat át kell ütemezni, és egyre jobban, egyre nagyobb mértékben csak a piaci beruházásokat kell ösztönözni. A kiadási oldal csökkentése 60%-ban, míg a bevételek növekedése 40%-ban járul hozzá ahhoz, hogy idén 4,9% legyen GDP arányos a költségvetési hiány, jövőre pedig 3,5% legyen a GDP arányos hiány. Most rá szeretnék térni az extra profit különadókra, mely ágazatokat, mely vállalatokat érint, és ezekhez nagyon érdekes számokat fogok rendelni önöknek. 8 területet szeretnék felsorolni. Előjáróban szeretném kiemelni az extra profit különadók a jelenleg érvényben lévő ágazati különadók fölött történnek kivetésre. Tehát hívhatjuk úgy is, hogy a jelenleg érvényben lévő adók azok ágazati különadók, amik pedig jönni fognak, azok extra profit különadóknak szeretnénk hívni őket. Nem véletlen, hiszen az extra profitot vonjuk el, illetve ennek egy jelentős részét, nem a teljes részét. Az első ilyen szektor, illetve ágazat a bankszektor, ahol elvonjuk a extra profitot, illetve a tranzakciós illeték kibővítésével teszünk szert többletbevételre. Ennek összege a bankszektorban 250 milliárd forint, a tranzakciós illeték kibővítése pedig 50 milliárd forint, így összesen ez 300 milliárd forintot jelent. Ez hívhatjuk úgy, hogy elvonandó profit, tehát 250 milliárd plusz 50 milliárd, 300 milliárd az elvonandó profit, ez az éves összege az elvonandó profitnak, fontos, és azon leszünk, hogy ezt az teljes évi összeget idén is, és jövőre is beszedjük. A második ilyen szektor a biztosítói szektor, ahol 50 milliárd forintot vonnánk el. A harmadik szektor az energiaszektor, főként a MOL érintettsége van, jelenik meg itt, 300 milliárd forintot vonunk el. Negyedik a kiskereskedelmi szektor 60 milliárd forinttal, ötödik a telekommunikációs szektor 40 milliárd forinttal, hatodik megadóztatjuk a légitársaságokat 30 milliárd forinttal, hetedik pedig a gyógyszerforgalmazói szektor, ide nem értve a kis gyógyszertárakat,
20 milliárd forinttal, és végül újra bevezetjük a reklámadót 23. január 1-től, 15 milliárd bevételt remélünk ettől. Összesen ezek a tételek 1-től 8-ig meghaladják a 800 milliárd forintot. Szeretnék néhány szót váltani arról, hogy miért is képződött ezen szektorokban az extra profit adó. Ez egy extra profit, amire a bankszektor azért tett szert, mert a növekvő infláció és a növekvő kamatok miatt a felgyülemlett likviditást, amit a lakosság betét formájában elhelyezett a bankszektorba, ennek az összege több mint 12 ezer milliárd, ma már megközelíti a 13 ezer milliárdot. Erre addig, míg 0,3%-ot fizet, az eszköz oldalon mindezt közel 7%-on ki tudja helyezni, akár a jegybankba, akár az állampapírpiacon, vagy hitelformájába. A biztosítói szektorban azért képződik extra profit, mert a Covid-válság és a háborús fenyegetettség következtében emelkedik az öngondoskodásnak a igénye, és az infláció emelkedése miatt közel 20%-kal fognak a biztosítói díjbevételek emelkedni idén. Az energiaszektor, mint harmadik szektorban azért generálódik extra profit, mert egyrésztről a szénhidrogének kitermelése növeli a profitot, extra profitot generál, hiszen csak gondoljunk bele, az, hogyha valaki kitermel gázt vagy kőolajot Magyarországon, ennek a költségei alig emelkedtek, miközben ezen termékek ára, világpiaci ára, tehát a kőolaj és gáz ára többszörösé emelkedett, a kőolaj ára majdnem kétszeresére, a gáz ára majdnem négyszeresére emelkedett egy év alatt. De az energiaszektorban az energiatermelők is rendkívüli extra profitra tettek szert. Itt ide soroljuk a energiatermelés közé az üzemanyag finomítását is. Lényegében a MOL Százhalombattán uráli olajat finomít, aminek ma az ára 85 dollár per hordó, miközben a Brent ára 114 dollár, a kettő közötti spread, különbség 30-35 dollár, ezen extra profitot termel a MOL, ezt is megadóztatjuk. A kiskereskedelmi szektor, mint a negyedik szektor, egyszerűen azért tesz extra profitra szert, mert már idén is, márciusig a kiskereskedelmi forgalom éves alapon 16%-kal bővült. Rettentő jelentős a növekedés a kiskereskedelmi áruk iránt, legyen az élelmiszer, vagy nem élelmiszer termék. A telekommunikációs szektor, hát mindenki azt gondolom, hogy a Covid-válság idején többet maradt otthon, többet internetezett, többet roomingozott, nem is kell sokat mondanom arról, hogy a telekommunikációs szektorban miért halmozódott föl extra profit. A légitársasági adó azért kerül kivetésre, bár fokozatosan és még nem tért vissza az utas létszám a 2019-es szinthez, ami lényegében induló utasonként 7-8 millió, teljes egészében 16 millió utas. Nagyjából úgy látjuk, hogy ebben az évben elérheti a 7 millió indulót és 14 millió összes utasforgalmat a repülőtér, de ez nagyon gyorsan emelkedik, és az elhalasztott utazások miatt itt nagyon könnyen a 2019-es szint felé fogunk kúszni. A gyógyszerforgalmazók, megint csak azt mondhatom, hogy a gyógyszer értékesítés nagyon jelentősen megemelkedett, maga a koronavírus járvány miatt is, ha ránéznek szerintem az önök családjára is, egyre több, akár gyógyszer, akár vitaminkészítményt halmozott föl a magyar családok, és lényegében ez mind a gyógyszerforgalmazók zsebét növelte. A reklámadó pedig összefügg lényegében a tévézéssel és a reklámozással, ami adott esetben újra bevezetésre kerül
2023 elejét. Összességében ezek a szektorok, tehát egy nagyon jelentős extra profitot termeltek. Mi nem veszünk el a profitot, mi az extra profitot vonjunk el, ez nagyon-nagyon fontos. Ezért adott esetben nem is gondoljuk, hogy ez a fajta elvonás, ez megjelenne akár a fogyasztóknál áthárított áremelkedések tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen miniszter urának a tájékoztatást, és akkor eljött a kérdések ideje köztévé. Jó napot kívánok, én Kucsa Renáta vagyok az M1 híradójától, és azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e már tudni, hogy ki felel majd a gazdaságvédelemért, gazdaságfejlesztésért, illetve hogy a háborús veszélyhelyzet jelenti-e azt, hogy a katonákat is mozgósítják majd. Köszönöm szépen. A háborús veszélyhelyzet, tehát megelőzően már a határon egy fokozott védettséget rendelt el a kormány. Ezt a fokozott védettséget fent fogjuk tartani. Nyilván ez a védettségi szint is emelhető, egyelőre ennek indokát nem látjuk. Tehát a jelenlegi keretek között marad a határvédelem azzal, hogy ha a helyzet megkívánja, akkor természetesen a Magyar Honvédség és a Magyar Rendőrség képes és kész arra, hogy a határ biztonságát megvédje. A gazdaság fejlesztésért többen is felelnek, hiszen több gazdasági típus tárca van, de leginkább a mellettem álló miniszter úr. De Palkovics és Varga miniszter uraktól sem áll távol ez a közös kormányzati cél. Magyar Nemzet, bocsánat, annyit előjáróban még egyszer megerősítenék, hogy a kormányinfók időtartama továbbra is 2 óra, tehát még egy bő másfél óra kérdezési lehetőség van, csak szeretném elkerülni azt, hogy megint a végén nagy torlódás legyen, kérem szépen megint, hogy legyenek majd a kérdések során tekintettel egymásra. Magyar Nemzet. Köszönöm, Máté Patrik vagyok Magyar Nemzettől. Az első kérdésem a különadókkal kapcsolatban az lenne, hogy a miniszter úr által felsorolt szektorok képviselőivel megkezdődtek-e már a tárgyalások, milyen visszhangok vannak, illetve hogyha még nem kezdődtek meg, akkor melyik szektorra szeretnék először lefolytatni a tárgyalásokat? Tegnap jártam a Bankszövetségbe, és ma reggel találkoztam az energiaszektor képviselőivel is. Ugye ez a két szektor, ami a két legnagyobb extra profit különadót fogja fizetni, és beszámoltam a kormány döntéséről, illetve ennek okairól. És épségben itt van a miniszter úr. Igen, túléltem. A következő, hogy tervezi a kormány, hogy akár további intézkedésekre is sor kerüljön a rezsi, valamint a honvédelem érdekében? Úgy látjuk, hogy nagy intézkedésekként ezek elegendőek, mind az idei évben, mind a jövő évben ahhoz, hogy a rezsicsökkentést meg tudjuk őrizni, a honvédelmi fejlesztéseket szintén, és például a családtámogatásnál is ragaszkodtunk ahhoz, amit a választás előtt is ígértünk, hogy családtámogatásra egy fillérrel sem fordíthatunk kevesebbet. Tehát a lejáró családtámogatások vagy hosszabb ideig állnak rendelkezésre, vagy ha találunk hatékonyabb eszközt, akkor lehet más egyebet is bevezetni, de a jövő évi költségvetésben is ugyanannyi pénz családtámogatásra rendelkezésre áll, mint amennyi az idei évi költségvetésben rendelkezésre állt. Úgyhogy ezen célok eléréséhez, ráadásul egy csökkenő hiánypályához, ahogy itt a szakmában fogalmazni szoktak, 3,5%-os hiányhoz úgy látjuk, ezek elegendőek. Azt is be kell vallani őszintén, hogy nyilván soha több bizonytalanság nem volt, mint ma. Aki jövő évre meg tudja mondani, hogy pontosan mennyi lesz mondjuk az olajár, mennyi lesz energiaár, annak csak gratulálni tudunk. Vannak különböző előrejelzések, az Európai Központi Bank például 82 dolláros hordonkénti árral számol, tehát ők azt mondják, hogy magas marad, de a jelenlegihez képest érdemben csökken. Nagyon sok ilyen jellegű bizonytalanság van. Mi azt tudjuk mondani, hogy a ma elérhető nemzetközi prognózisok alapján ezekkel az intézkedésekkel
ezek a fontos politikai célok és választási ígéretek fenntarthatóak, és emellett még a költségvetés egyensúlya is fenntartható. Ráadásul az is fontos, hogy a kiadásokat is olyan helyen, ahol az embereknek legcsekélyebb mértékben sem fáj, tudjuk csökkenteni. Egy olyan intézkedés van, amit ha nem lenne egy háborús helyzet, biztos nem tettünk volna meg. Ez a beruházások egy évvel történő elhalasztása, de a jövő évben ez is mintegy 800 milliárd forintos bevételt jelent a költségvetésnek. Ennek nyilván van egy szerény növekedési ára, de összességében, miután az állami befektetések aránya az kb. 20%, az állami beruházások aránya kb. 20% az egészhez mérten, és így is Európában a legjobbak között, egyes adatok szerint a legjobbak vagyunk, olyan nagy gazdasági növekedési áldozatot ez sem jelent. Számítanak arra, hogy a különadókat akár uniós szinten is támadni fogják? A hazai baloldalmán kritizálta az elmúlt 24 órában a döntést. Ki kritizálta? A hazai baloldal már több kritikát megfogalmazott. Számítanak arra, hogy uniós szinten is megjelennek ilyen kritikák? Hát, természetesen az Európai Unióból mi megszoktuk, hogy kapunk kritikákat, itt a kritika az kevés, itt jogilag megalapozott vélemények kellnek. Miután azok az intézkedések, amiket bevezettünk, ezek kiállták már egyszer az uniós jog próbáját. Itt van például a reklámadó, ami 23. január 1-től nem akarunk bevezetni, hanem csupán a felfüggesztést nem tartjuk fenn, ezáltal január 1-től újra lesz reklámadó, hiszen a tavalyi költségvetés törvényben csak felfüggesztettük. Itt volt egy uniós jogi eljárás, a bizottság azt mondja, jogellenes, mi ezt a bíróságon megtámadtuk, az Európai Unió bíróságon is megnyertük a pert. Tehát olyan eszközöket vetettünk be, amelyek részben nem méltánytalanok, hogy miniszter úr is elmondta, itt az extra profit, a kereskedő extra, keletkező extra profit egy részét vonjuk el, és olyan eszközöket, amelyek már uniós jogi fórumok előtt is kiállták a próbát, és éppen ezért joggal gondoljuk azt, hogy ebben semmilyen változás nem következhet be. Az utolsó kérdésem pedig kicsit az uniónál maradva, de más ügyben, az olajembargó ügyében. Ursula von der Leyen azt nyilatkozta, hogy a jövő heti Európai Tanácsi csúcs találkozón aligha fog döntés születni az olajembargóról. Kormány véleménye, az ön véleménye szerint ez egy pillanatnyi elbizonytalanodás lehet, hogy az Európai Unió végleg letett, ez is az Európai Bizottság az olajembargóról. Nem tudom, mert egy nappal lesz megelőzően a tanácselnöke, az Európai Unió tanácselnök elnöke, Charles Michel épp az ellenkezőjét mondta. Tehát nem tudom, hogy a bizottság elnökének vagy a tanácselnökének kell hinnunk. Én a magyar álláspontot tudom elmondani. Mi alapvetően fenntartásokkal viseltetünk a szankciós politika iránt, mert hogyha megnézzük, hogy eddig a szankciós politikán ki nyert, akkor azt látjuk, hogy Oroszország nagyon sokat nyert a rendkívül magas energiárak miatt. Az Egyesült Államok és ott a nagy finomítók vannak, nagyon-nagyon sokat nyertek ezen, Európa pedig vesztett. Most Európának nem feltétlenül bűn, hogyha a saját önérdekét felismeri ezt. Mi nem tekintjük bűnnek, vannak ezzel ellentétes álláspontok is. De azt is elmondtuk az első pillanattól kezdve, hogy Európa egységét egy ilyen helyzetben, amikor Oroszország agressziót követel Ukrajnával szemben, akkor fontosnak tartjuk a szolidaritás megfelelő megnyilvánulásait is, még hogyha mi a megfelelő, abban van is vita, és az európai egység érdekében mi minden olyan szankciót hajlandóak vagyunk támogatni, amely jobban fáj Oroszországnak, mint amennyire fáj az Európai Uniónak és azon és az európai tagállamainak, így Magyarországnak. Az olaj tekintetében ez ma nincs így, ahhoz, hogy így legyen, nagyon komoly és nagyon költséges fejlesztésekre van szükség. Ezek egy része megindult, egy része pedig még várat magára, egy része éppen a bizottság előtt van. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy mi a megoldást várjuk a bizottságtól, és először kell megoldás, és csak ezt követően lehet szankció. Köszönöm. HTV. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től, és miniszter úrtól és Nagy Márton miniszter úrtól is azt kérdezném, hogy konkrétan mikortól vezetik be az extra profit adót, én nem hallottam itt pontos dátumot, és ezáltal, hogy bevezetik, automatikusan meghosszabbítják-e az árstoppokat, a benzinárstoppot, az élelmiszerárstoppot és a kamatárstoppot, vagy ezek megszűnnek július 1-ével?
Minden árstopról külön hozunk döntést, szeretnénk ezeket fenntartani, de külön megfelelő időben hozunk döntést, és azt bejelentjük. Tehát, hogy korábban éppen egy kormányinfón itt önök előtt volt szerencsém ismertetni, június közepéig ezekről döntés fog születni. Ezeket jó intézkedéseknek tartjuk, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy ma a még olyan magas infláció 5%-kal alacsonyabb legyen, mint amekkora ezek nélkül, az intézkedések nélkül lenne. És az ismertetett intézkedések pedig az idei évre is vonatkoznak, az idei évre is ezeket az adókat be fogjuk szedni, kivéve a reklámadó, ami 23. január 1-ével köszönt majd csak be. Nincs hozzáfűzni való? Teljes volt a tájékoztatás. Nem tudom, hogy Gulyás miniszter úr látta-e a DK-s Molnár Csabának a rajzát. Ezen lényegében azt ábrázolta, hogy ezeknek az extra adóknak a díját végül is a fogyasztók, az emberek fogják megfizetni. A kérdésem, hogy hogyan tudja garantálni a kormány, hogy ne az emberek fizessék meg ezeket az extra adókat és ezeknek a terheit? Lesznek-e törvénymódosítások, büntetési tételek, milyen eszközeik lesznek? A miniszter úr válaszolt erre, hogy önmagában ezekben a szektorokban ezek az adók nem adnak okot áremelésre, hiszen nem olyan nyereséget veszünk el, ami a rendes nyereséghez tartozik, hanem ami a jelenlegi helyzetből, megnövekedett inflációból, megnövekedett kamatokból, vagy éppen az uráli olajbeszerzésből eredő extra haszon, a rendes haszon fölötti haszon. Ez pedig nem indokolja azt, hogy az emberek által fizetendő költségek növekednek. Mondjuk a benzinnél az eleve lehetetlen is, hiszen ott a kormány fix árat érvényesít. Két dolgot tudok még ehhez hozzátenni. Az első, hogyha ilyet mi tömegesen és nagy mértékben látunk, akkor az ellen fel fogunk lépni, és az így keletkező esetleges extra hasznokat a kormánynak van jogi eszköze elvonni, tehát ezt nem javasolnánk senkinek. A másik pedig, hogy a magyar politikában mindig a baloldalon voltak megtalálhatók azok, akik ilyen helyzetekben is a biztosítótársaságok és a bankok érdekében léptek fel. Most is fogunk ilyeneket találni, akik mindig elmondják, hogy jobb lenne ezeket az intézkedéseket nem meghozni, és miután ezt nem merik nyíltan mondani, ezért azzal jönnek, hogy ezeket majd áthárítják az emberekre. Csak hozzáfűzni való, hogy ugye egyetértve, tehát maga az extra profit adó, maga a nevében is benne van, hogy extra, tehát csak extrát vonunk el, illetve annak egy jelentős részét, de nem a teljes. Ezért magának eznek az elvonásnak sem növekedési, sem inflációs hatása is, így a fogyasztókra való átterelése sem indokolt. Nem véletlen, hogy ezt a fajta megoldást választottuk. Minden egyes szektor esetén, itt az 1-től 8-ig részletes számítások különítik el a hosszú távú profitot az extra profittól, és ezt választottuk ketté, tehát ezek a számok minden esetben alá vannak támasztva. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Katával kapcsolatban lenne kérdésem. Varga Mihály miniszter úr a bizottsági meghallgatásán már kilátásba helyezte, hogy ezt felülvizsgálják. Azt sem zárta ki végérvényesen, hogy ezt megszüntetik. Lesz-e helyett új adó nem? Parag László adott egy interjút a Népszavának, és ott egy olyan új adó nem rettett javaslatot, vagy arról beszélt, ami az ő megfogalmazása szerint taxisokat, újságírókat egyaránt érinthet. Kata kapcsán szándékokról tudok egyenlőre beszélni. A szándék az az, hogy az eredeti, a Kata bevezetésekor ismertetett kormány szándék érvényesüljön. Ugye, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tudunk olyanra is példát mondani, nem mondom általános, de sajnos nem is egyedi, hogy egy nagy cég vezetője a jövedelme egy részét katás adózás formájában kapta meg. Noha ezt a kisvállalkozóknak találtuk ki, tehát a fodrásznak, a cipésznek, azoknak, hogy kis egzisztenciákat működtetnek a magyar gazdaságban. Ezért a célunk az, hogy olyan formát, olyan szabályozási formát találjunk, ami visszaszorítja a katát arra a területre, amire létrehoztuk. Ott viszont szeretnénk többlet kedvezményeket biztosítani. A kormány tegnap abba az irányba ment el, csak még végső döntést nem hozott, hogy ami ma havi 1 millió forint, az lehet havi 1,5 millió forint is, tehát nem éves szinten 12, hanem éves szinten 18 millió forintig lehessen katázni, vagy eddig a részig lehessen a kata féle adó kedvezményt érvényesíteni, de azoknak, például az újságírók is ebbe a körbe tartoznak, azoknak, akik valóban egy
egyéni egzisztenciákat, kisvállalkozásokat működtetnek, és nem pedig egy bújtatott foglalkoztási formaként létezzen tovább a kata. Tehát szeretnénk szigorítani a szabályokat, nem ahhoz képest, amilyen szándékunk volt a kata, a katáról hozott döntésünkkor, amikor az egész adó fajta megszületett, hanem visszatérni az eredeti szándéknak megfelelő szabályozáshoz, ott viszont ennél is kedvezőbb szabályokat szeretnénk érvényesíteni. Két nagyon rövid kérdésem van még, hogyha a kormányszóvivő asszony megengedi. Az egyik az olajembargóval kapcsolatos, ha Charles Michel Európa tanácsi elnök beszélte Orbán Viktor miniszter úrral, és hogyha egy olyan javaslattal áll elő, hogy a vezetékes kőolajra nem lesz érvényes az embargó, akkor a kormány arra rá tud-e bólintani, megszavazzák-e? Beszélt a miniszterelnök úrral az Európa Tanács elnöke az elmúlt napokban, és mi korábban is azt mondtuk, hogy bennünket a vezetékes ellátás érint, akkor tudjuk támogatni az erre vonatkozó, illetve az ezt a részt kivételként nevesítő szankciókat, hogyha a vezetékes szállításnál bármilyen nehézség áll elő, tehát szünetel vagy akadozik, akkor vissza lehet térni a hajóval való szállításra is. Hogy ilyen kivétellel együtt mi eddig is el tudtuk volna fogadni az előterjesztett. Köszönöm, és az utolsó kérdésem az a veszélyhelyzetre vonatkozik, hogy most, hogy háborús veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, érvényes-e még az, hogy az egészségügyi dolgozók június 1-től már fölmondhatnak, illetve a rendvédelmi dolgozók, vagy meghosszabbították ezt a tilalmat? Nem hosszabbítottuk meg ezt a tilalmat. Köszönöm. Heti TV. Brauer Péter, Brauer Press és Heti TV. Nem kormánypárti elemzők szerint is sikeres volt a köztársasági elnök asszony lengyelországi útja. Miként vélekedik erről a kormány? És nem gondolják-e, hogy szükség lenne a két kormány közötti azonnali megbeszélésekre, és ha igen, akkor mikor? Különleges tekintettel az EU előtt fekvő olyan ügyekre, amikben szükség lenne azonnal egy egyetértésre és a támogatásunkra. Ez az első kérdés. Két kormány közötti konzultáció folyamatos. A választás estén elsőként gratulált a magyar miniszterelnöknek a lengyel kollégája. Morawiecki miniszterelnök a héten levélben is gratulált Orbán Viktornak az új kormány megalakításához és miniszterelnökként történt megválasztásához, és találkoznak az Európai Uniós csúcson is hétfőn, kedden Brüsszelben. És mi is úgy gondoljuk, hogy a köztársasági elnökasszony útja rendkívül sikeres volt. A két ország közötti stratégiai partnerség az változatlanul fennáll. Van egy olyan kérdés most, amiben a helyzet megítélése a két kormánynak különbözik. Ez nem a háború, mert a háborút és az orosz agressziót egyformán ítéljük el, hanem az, hogy milyen választ, milyen reakciót kell adni az oroszok Ukrajna elleni támadására. Ma ez a legfontosabb kérdés az európai és világpolitikában, ezért most ez a nézetkülönbség jelentősebb, mint korábban volt, amikor ugyancsak tudtuk, hogy ez a nézetkülönbség fennáll. De hosszú távon az Európai Unióban mindkét ország sok szempontból kizárólagos szövetségesként számíthat a másikra, és úgy gondoljuk, és a köztársasági elnök asszony első varsói útja is ezt bizonyította, hogy ezzel Lengyelország és a lengyel kormány és államelnök is tisztában van. Köszönöm. Mi a véleménye a magyar kormánynak arról, hogy a szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy Ukrajna után az ő országuk lesz, aki következőképpen, ha Ukrajna elesik, akkor ők lesznek a következők, akik elesnek. Nem, mert túlzottak ezek. Az oroszok által Ukrajna tengeri blokkádjának következményében azonnal megindulhat Fekete-Afrikából a migráció, sőt a Közel-Keletről is, hisz nem lesz mit enniük. Tudjuk, hogy Oroszország és Ukrajna volt a fő szállítójuk. Ebben az esetben mit tudunk mi tenni? Szabad egy dolgot pontosítani, és utána válaszolok a kérdésre is, mert nyilván itt a szlovák aggodalmakról érdemes beszélni, de a péntektől a magyar kutakon mindenki tankolhat, csak rezsicsökkentett áron csak magyar felségjelzésű autók, tehát magyar rendszámmal rendelkező, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak. Ha ez esetleg nem volt világos, akkor szeretném most világossá és egyértelművé tenni. Ami a szlovák kormány reakcióit illeti, szerintem egy ilyen helyzetben a legfontosabb az, hogy a kormányok ne keltsenek indokolatlan pánikot, ugyanakkor nézzenek szembe valós veszélyekkel. És
Természetesen az egy hitvita, hiszen senki nem tud egyértelmű bizonyítékkal szolgálni, hogy egy NATO tagállamot Oroszország megtámadná vagy sem. De mi azért úgy látjuk, hogy erre az esély minimális. Ez a veszély olyan, amivel olyan szempontból érdemes számolni, hogy minden ilyen minimális veszély is tovább csökkenthető, hogyha a honvédelemre való képessége egy államnak az adott. Tehát, hogyha jól felszerelt katonáink vannak, hogyha a honvédelmi alapban most befolyó extra profit adók, azok jó célra hasznosulnak, és jól hasznosulnak, és ezt minden ország megteszi. Mondjuk Németországot vegyük példának, ahol a pacifizmus jegyében a fegyverkezés egészen az idei évig bűnnek számított, most pedig 100 milliárd eurós haderőfejlesztésben gondolkodnak, akkor látszik, hogy érdemes erre felkészülni, a 2%-os GDP arányos honvédségi ráfordítást, amit minden NATO tagállam a belépéskor vállalt, érdemes elérni. Szlovákiának és visegrádi államok mindegyikének, de ezen túlmenően mi nem gondoljuk azt, hogy ma közvetlen fenyegetés lenne bármely NATO tagállam nézve Oroszország. Nem válaszolt a gabonára és a migránsokra, akik azonnal indulnak, ha éhesek lesznek. A migráció ügyben azt tudjuk mondani, hogy továbbra is Európának az kell, hogy legyen az álláspontja, hogy a külső határokat a lehető legerősebben megvédjük. Azzal, hogy Ukrajna kiesett, vagy az ukrán gabona exportra nem lehet számítani, azzal a föld talán negyedik legnagyobb gabona exportőre esik ki. Ezért kétségkívül, ahol van fölösleg, ott érdemes ehhez hozzájárulni, de minden kormánynak a legfontosabb a saját kormányai, saját polgárai ellátása, Magyarország is ennek megfelelően cselekedett, amikor nem export tilalmat vezetett be, hanem egy elővásárlási jogra adott lehetőséget a kormánynak. Tehát egyetértek azzal, hogy a gabona szállítmányok eljuttatása az valamennyi olyan térségben, ami a migráció forrásvidéke lehet kiemelt fontosságú, de csak azt követően, hogyha tudtunk gondoskodni saját polgárainkról. Ezzel már válaszolt is a következő kérdésre, úgyhogy következik az utolsó kérdés. A koronavírus idején magyar kormány nagyon jól teljesített, és lehető leggyorsabban volt vakcinánk. Egy újabb járvány van láthatáron, beszéltem ma is szakemberekkel itthon és külföldön. Van-e fekete himlő elleni oltása például a katonaságnak? Az én utána néztem, és nem nagyon. Minek után ez az egyetlen bevált módszer a majom himlő ellen, amely úgy terjed, hogy már az Amerikai Egyesült Államokban túl vannak a 2000. megbetegedésen, Európában már itt vannak a szomszédban, a magyar raktárakba, illetve 10 patikába telefonáltam, abból egy mondta, hogy van neki lejárt. Fekete himlő oltás, nekiállunk-e, hogy biztosítjuk úgy a katonaság, a rendőrség és a civilek életét is. Anélkül, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ feladatait átvenném, akinek, hogyha ez a megoldás, akkor a megfelelő oltóanyagról gondoskodnia kell, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Magyarországon eddig még egyetlen egy jelzés sem érkezett majomhimlő gyanús esetről. Ezzel egyidejűleg is a speciális laboratóriumi felkészültség, ami a vírusnak a felismeréséhez szükséges Magyarországon éppen a Nemzeti Népegészségügyi Központban rendelkezésre áll, és ami a legfontosabb, hogy a majomhimlő klinikai tünetei általában enyhék, és a legtöbb ember heteken belül felépül, különösebben speciális kezelés nélkül is. Ennek ellenére a Nemzeti Népegészségügyi Központnak az a feladata, hogy minden tekintetben felkészüljön bármilyen vírus üti fel a fejét bárhol a világon. Köszönöm a lehetőséget. Népszava. Köszönöm szépen, Batka Zoltán vagyok a Népszavából. Először rövid számszaki kérdést szeretnék kérdezni. Ugye jól értettem, hogy miniszter úr azt mondta, hogy ez a 800 milliárd, ez nagyjából a 40%-kal teljes csomagnak, tehát ez a bevételi oldal, ami 40% és 60% lesz ugye a miniszteri, az ugye 1200 milliárd, hogyha jó számom, tehát összességben 2000 milliárdról beszélünk. Ennyi az, amit bevételi és kiadási oldalon be kell hozni valahogy. Ugye jól értettem. Jó, bevételi oldalon a honvédelmi és a rezsicsökkentési alap, az hogy arányolik ebbe a 800 milliárdba, vagy akár az 2000 milliárdból, tehát ha teljes package-et nézzük. Tehát melyik mennyit kap, és honvédelem esetében különösen érdekelne engem az, hogy ez fenntartási, tehát tulajdonképpen a katonai büdzsét fogjuk vele növelni, vagy pedig fejlesztési célokra fog szolgálni, tehát a
folyamatban lévő haderőreformnak a eszközbeszerzés, és stb. Folytatják ezzel. Számokat pontosítanám. Tehát a két alap idén összesen 900 milliárd forint. Ebből a rezsivédelmi az körülbelül 700, a honvédelmi pedig 200 milliárd. Jövőre természetesen mindkét alap növekedhet, hiszen van gazdasági növekedés, van infláció, tehát a bevételek növekednek. Hogy amit elmondtam, a 800 és a 900 milliárd között mi a különbség, az, hogy lesznek egyéb adóbevételek is, de ezek nem extra profit adók, és ugye ezt szerettem volna hangsúlyozni, hiszen ez a lényegi tényező a alapok mögött. Világos. Kérdésként merül fel, hogy az építőiparban, vagy a szolgáltatóiparban, szerencsejáték iparban, vendéglátásban miért nem képződött extra profit? Tehát ők miért maradtak ki, mondjuk példaként kiragadtam párat, nyilván lehetne még ötletelni, tehát ők miért maradtak ki ebből a körből? Ugye egyrésztről itt nagyon fontos az, hogy azért a nagyobb összegekre lövünk, tehát a legnagyobb szektortól megpróbálunk a legkisebb szektorig elindulni, de hogy mondják, ezt értelmes összegeket szeretnénk beszedni, hiszen itt ebben az esetben nem az számít, hogy egy-egy szektorban ez termelődött, hanem mekkora termelődött, hiszen az tudja ezeket az alapokat feltölteni. Tehát a válaszom az a kérdésére, hogy minden szektort áttekintettük, ez a 8 szektor, ahonnan a legtöbb extra profit termelődött, ezért innen tudjuk elvonni az extra profitnak a jelentős részét. Még itt a csomagnál maradva, milyen formája lesz ennek? Tehát törvény vagy rendelet formájában vezetik be? Egyébként mikortól, mert nem volt teljesen egyértelmű, hogy mikortól fognak ezek élni. Illetve, hát most nyilvánvalóan nem az energiaszektorról beszélek, de mondjuk kiskeresetében, vagy más esetben sávosan fogják, mint ahogy ez a korábbi különadóknál történt, vagy milyen módon, gondolom, hogy szektoronként eltérő lesz majd ennek a módja. Ugye ez rendeleti formában kerül beszedésre, csak azért is, hogy minél gyorsabban tudjunk lépni, és az adók nagy részénél éves összegeket szedünk be, annak ellenére, hogy május vége van, azért mégiscsak 2022-ben járunk, 23 megmérni nincs, tehát ebből az esetben az éves extra profit beszedése a lényeg. És még egyszer, 22 május ellenére a 22 teljes éves extra profitot szeretnénk beszedni. Ami a kiskereskedelmi szektort illeti, jelen pillanatban ugye árbevétel szerinti sávok léteznek, miszerint 100 milliárd forinti feletti árbevétel esetén 2,7% a kulcs, ez 4,1%-ra fog módosulni. A középső 30 és 100 milliárd forint közötti árbevételnél a jelenlegi kulcs 0,4%, ez 1%-ra fog módosulni, és az alsó 500 millió forint alatti, illetve az 500 millió és a 30 milliárd forint közötti kulcs, azok változatlanul fognak maradni. Hát, hogy jól értem, akkor jelenlegi kiskereskedelmi különadónak a tételeit strófolják fel. Tehát úgy fog megjelenni. A kiskereskedelmi különadónak a adó kulcsait strófoljuk föl, a legfelsőben, tehát 2,7-ről 4,1-re, és a középsőben 0,4-ről 1%-ra. És a többi szektorban nem lesz ilyen sávos megoszlás? Tehát a bankszektor esetén a adó alapja a nettó kamat eredmény és a díj és a jutalék bevétel lesz. Tehát lényegében 250 milliárd forintot ennek arányában szétoztunk a bankok között. Miért ennek arányában? Hiszen a rendes különadó az mérleg főszegarányos volt, az extra profit adó pedig mondjuk úgy, hogy kamateredmény arányos, azért, mert ebből van az extra profit adó. De minden esetben például a biztosítónál a díj bevételekre fogjuk ezt rárakni. Minden esetben úgy próbáltuk meg az extra profit adót kivetni, hogy a jelenlegi adórendszert ha kell, módosítjuk, de minimális módosítás mellett. Ha pedig az extra profitot sokkal célzottabban tudjuk beszedni egy változtatás formájában, akkor természetesen változtattunk. Köszönöm szépen. Nem visszajövve senkinek a türelme, még két rövid, egy.
Jó, egy rövid kérdésem lenne akkor. Még korábban a miniszter úrékhoz fordultunk már párszor, hogy ugye nemrégiben kaptunk nagyjából 110 milliárd forintnyi forrást ugye a Brüsszeltől az ukrán menekültek segítségére. Igen. Feltétlenül szóljanak, hogyha ilyet kaptunk, mert oda mennénk, ahol a pénz megtalálható. Információ szerint kaptunk, miniszter úrék nem tudnak ilyenről? Mi ilyet nem kaptunk. Lehet, hogy Népszava kapott, de nem, nálunk nem. Akkor együtt várjuk a bizottságtól a segítséget. Tehát nem tudnak ilyenről. Nem. Tehát érdemi segítség a bizottságtól mind a mai napig nem érkezett. Brüsszeltől nem biztos, hogy a bizottság folyósított. Nem. Most nem tudom, Brüsszelben még kitől érkezett, de az Európai Parlamentes részem nem. Igen. Tehát szívesen megnézem azt, hogy kaptunk-e bármilyen hozzájárulást. Most nem zárom ki, hogy néhány milliárd forint, de ilyen a nagyságrendű összeg nekünk egészen biztosan nem érkezett Brüsszelbe. Aha. Értem. Jó, sajnálom, hogy nem megalapozott az információ, mi örülnénk a legjobban, hogyha az lenne. Jó, köszönöm szépen. És ha még egy kiegészítést tehetek, csak röviden, hogy a rendkívüli jogrendi felhatalmazás természetesen lehetőséget ad arra, hogy ezeket az intézkedéseket gyorsan meghozzuk, de ahhoz a kormány továbbra is ragaszkodik, és ez eddig is így történt, most is a koronavírus járvány időszakában, hogy minden egyes ilyen döntést országgyűlés elébe hoztuk, ott azt megvitattuk és megerősítettük. Tehát valójában a felhatalmazás csupán az intézkedések bevezetését, gyors bevezetését teszi lehetővé, hogy miniszter úr is mondta, de nem kapcsolja ki a parlamenti kontrollt, mert ezt a parlament is meg fogja tárgyalni, és jóvá fogja hagyni. A költségvetést pedig csak és kizárólag rendes eljárásban lehet elfogadni, tehát aminek pedig költségvetési vonatkozása van, az az országgyűlés előtt lesz június 7-től. Fájó szívem, még jó sok kérdésünk lenne, de akkor továbbadom a kollégákat. Ha a végén még van idő, akkor visszatérünk rá. Jó, Magyar Hírlap. Csókás Adrián vagyok a Magyar Hírlaptól. Én szeretnék először még egy kis pontosítást kérni a védelmi alapokkal kapcsolatban, hogy az a fennmaradó összeg, ami nem az extra profit adóból származik, annak mi a forrása? Mert hogy itt ugye azt mondta a miniszter úr, hogy főként abból áll össze a két alap, de nem kizárólag. Ugye mennyi a fennmaradó összeg? 100 milliárd forint. Ebben az esetben lesznek olyan kisebb tételek, amik mondjuk úgy, hogy finom hangolások, például a jövedéki adó emelés dohány és ital, tehát alkohol esetén, illetve a NETA, tehát népegészségügyi adó emelés, de például a cégautónak az adóztatás meg fog változni. Ennek a részleteiről a pénzügyminiszter úr majd a közeljövőben be fog számolni, de ebből a sok-sok tételből fog összejönni még ez a plusz 100 milliárd, ami a 800 fölött kiadja összesen a 900-at, és ez osztódik még egyszer 700 és 200 milliárd forintra rezsivédelmi és honvédelmi alap formájába. Köszönöm szépen. Szeretném még azt is megkérdezni, hogy lehet-e tudni, hogy a területfejlesztési tárcának kik lesznek a kormánybiztosai? Igen, természetesen. Tehát Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter a korábbi részben, a korábbi rendben képzeli a területfejlesztést. Ugye ez azt jelenti, hogy ma a miniszter irányítása alá összevontuk az összes irányítóhatóságot. Tehát szemben az eddigi szaktárcáknál széttagozottan létező irányítóhatósági modellel, ez most mind Navracsis miniszter úr irányítása alatt áll, és eddig is volt a miniszterelnökségen 4 területi biztos, most is 4 területi kormánybiztos, ez most nem 4, hanem 5 lesz, mert a központi régiónak is lesz egy kormánybiztosa, miután az e területért felelős államtitkárság a kormányalakításnál, mint arról önök is értesültek, megszűnt. A észak-kelet-magyarországi területért Szabó Tünde képviselőtársunk fog felelni, az észak-nyugat-magyarországi területért Cunyiné Bertalan Judit fog felelni, a közép-magyarországi területért, tehát itt ez a központi régió Láng Zsolt fog felelni, és még Móring József képviselőtársunk és Bányai Gábor képviselőtársunk fog felelni az alföldi régióért, illetve a dél-nyugat-magyarországi régióért.
Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne, az pedig, hogy a háború miatti veszélyhelyzetben előfordulhat-e, hogy ismét lesz nyelvvizsga amnestia? A járvány miatti veszélyhelyzetben kaptak ilyen segítséget az egyetemisták? Igen, de természetesen minden ilyen jellegű segítségnek az a veszélye, hogy ha egyszer megtörténik, miért ne történhet meg másodszor is, ha meg már másodszor is megtörténik, akkor harmadszor is, azért úgy gondoljuk, hogy az, hogy a szomszédos országban háború van, az senkinek nem nehezíti meg a nyelvtanulási lehetőségeit, és az sem, hogy vizsgázzon. A járvány pedig ezt megnehezítette. Tehát míg ott ez indokolt és méltányos volt, úgy gondoljuk, hogy a szomszédunkban folyó háború az nem ad okot arra, hogy a nyelvvizsga kötelezettségtől eltekintsünk, miközben egyébként, hogyha a versenyképességi feltételeket nézzük, akkor ma az egyik legfontosabb dolog az, hogy aki diplomát szerez, az beszéljen nyelvet. Természetesen azt át lehet tekinteni, miután a felsőoktatásnak új felelőse van Csák János miniszter úr személyében, azt át lehet tekinteni, a miniszter úr szükségesnek látja, hogy valamennyi diplomatípushoz érdemes-e középfokú nyelvvizsgát előírni. A kormány korábbi álláspontja az volt, hogy igen, hogy a 21. században ez egy diplomás embertől elvárható, és szóval szerint az érdeke. Vannak ezzel szembeni érvek is, hogy vannak olyan területek, ahol ennek a jelentősége lényegesen csekélyebb, főleg azóta, hogy a főiskolák megszűntek és egyetemekké váltak. Ezt a vitát esetleg meg lehet nyitni, de ezt a miniszter úrnak kell eldönteni. A kormánynak az eddigi álláspontja az volt, hogy a diplomához nyelvvizsgára van szükség, és csak a koronavírus járvány által okozott nehézségek voltak olyanok, amely miatt átmenetileg ettől eltekintettünk. Köszönöm. Index. Köszönöm szépen, Holló Bettina vagyok az Indextől, és először az extra profit adóval kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogyha úgy alakul, hogy elhúzódik a háború, akkor elképzelhetőnek tartják-e, hogy mondjuk 2023 után is kiterjesszék ezt az intézkedést? Egyelőre ezt 2 évre tartjuk fönt, és 2 év után kivezetjük, de mivel, hogy hatalmas bizonytalanságban élünk, és nem tudjuk, hogy ott esetben a jövőben milyen egyéb sokkok érhetik a gazdaságot. Alapvetően jelen pillanatban, ahogy hangsúlyoztuk, a gazdaság védelme, válság ellenálló képességének a növelése a legfontosabb. Az, hogy 23 után mi lesz, nézzük meg majd 23-ba. A jelen pillanatban a költségvetést azt úgy készítjük, hogy ugye a nyáron beadjuk a 23 évit. Természetesen azt gondolom, ebben is egyedülállóak vagyunk. Nagyon sok ország ezt inkább később őszre halasztja, pont a bizonytalanság miatt. Ugyanakkor ez prudenciát jelent, hiszen azt mutatjuk a piacok felé, hogy a jövő évi költségvetési hiány mellett is elkötelezettek vagyunk. Nem csak az ideit, a 4,9%-ot, hanem a jövő évét is fogjuk tartani. Köszönöm szépen. Orbán Viktor és Gulyás miniszter úr is beszélt arról, hogy ugye meg kell erősíteni a honvédséget. Hogy ez pontosan milyen intézkedéseket jelent, az alapba befolyt összegeket, azt mire használnák fel? Én korábban ezt már a kolléga is kérdezte, a haderő fejlesztésre, tehát nem a Honvédelmi Minisztérium mindennapi működésére, túlórák vagy akár béremelésre, hanem kifejezetten haderő fejlesztésre. Van egy haderő fejlesztési program, ami 2030-ig tart, ennek jó része egyébként nyilvános és elérhető, ezeket a haderőfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szeretnénk minél előbb beszerezni, és ha lehet, akkor előre is hozni a korábbi tervekhez képest egyes beszerzéseket. Oké, és egy másik téma, hogy amennyiben nem lesz olajembargó, lehet-e helyette büntető vám, ennek a lehetősége felmerült-e, és mit szól ez a kormány? Nem merült fel egyenlőre, és uniós jogi nehézségei is lennének ennek, és eddig erről nem volt szó. Egyszer csinált olyat az Európai Unió, hogy megpróbálta az egyhangúságot megkerülni, és olyan eszközt választani, amihez elég a minősített többség. Ez éppen a migrációs dossziénál volt. Akkor is az volt az ígéret, hogy ilyet aztán soha többet nem tesznek. Itt is kicsit hasonló kezdeményezésről van szó, de számtalan olyan uniós jogi nehézség van, ami miatt eddig a tagállamok meg sem próbálták ezt megtenni.
A pedagógus szakszervezetek már jelezték, hogy folytatni szeretnék a sztrájk tárgyalásokat. Ugye levelet is küldtek erről Orbán Viktornak, mert azt kérték, hogy a kormány jelölje ki ehhez a tárgyaló partnert 5 napon belül, még 1-2-3 nap áll rendelkezésre, hogy ezt ki fogja jelölni a kormány, és hogy lehet-e már tudni, hogy kivelülhetnek majd egy asztalhoz a szakszervezetek képviselői. Ma csak annyit tudok mondani, hogy és ez a szakszervezeteknek szól, hogy a választási kampány véget ért, de a jogszabályoknak megfelelően fogunk mindenben eljárni. Örülünk annak, hogyha azután, hogy a kampányban is részt vettek a baloldalon a szakszervezetek, hozzáteszem, ezt akkor is elmondtuk, hogy a tanárok részéről jogos követelések merültek föl, de ezeknek a szakszervezeti időzítése az egyértelműen pártpolitikai színezetűvé tette az ő fellépésüket, de örülünk annak, hogyha így a választások eredményével megbarátkozva is tudunk velük tárgyalni. Az új ciklusban mit tervez az egészségügyel a kormány? Az elmúlt időszakban rengeteg javaslat ugye megjelent, ezeknek egy jelentős része egyébként az állami és a magánegészségügynek az összehangolására koncentrál. Felmerült például, hogy a TB kártyát a magánellátásba is lehetne használni. Ehhez mit szól a kormány, ezt mennyire tartja jó ötletnek? Mi, a magyar állam felelőssége az a közegészségügyért áll fenn, és az a célunk, hogy jó színvonalú, a lehető legkorszerűbb orvosi eszközökkel tudjunk egészségügyi ellátást biztosítani mindenkinek. A magánegészségügyi ellátást mi nem tekintjük egy negatív fejleménynek, természetesen minden országban vannak, akik ezt maguknak megengedhetik, és ebben az esetben, hogyha egyébként az ő egészségügyi járulék befizetéseik a központi költségvetésben mennek, akkor még tehermentesítik az egészségügyi rendszert, de a kormány... Bocsánat? Hogy ez lenne a célpont, a tehermentesítés? Igen, de a kormánynak éppen azért ehhez nincs köze. Tehát mi azt tudjuk csak mondani, hogy azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy a járulék befizetők száma csökkenjen, a járulékot azt az egészségügyi kasszába be kell mindenkinek fizetni, aki magánegészségügyi ellátást kíván igénybe venni, annak erre van lehetősége. Még egyetlen egy utolsó kérdés, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsát mennyiben érinti az új kormányzati struktúra? A kormány oldalról kik lesznek most bent ebben a tanácsban? Például itt felmerülhet-e Lázár János neve ebben a tanácsban? Hát, hogyha valaki megnézi a kormányzati feladatelosztást, akkor világos, hogy hol kinek van hatásköre. Budapest ügyében a területfejlesztés oldaláról Navracsics Tibor az, aki illetékes. Természetesen, hogyha egy beruházás valósul meg Budapesten, akkor annak a koordinációja az Építési és Beruházási Minisztériumhoz tartozik, tehát Lázár János miniszter úr tárcájához, de ha azt mondhatom, akkor a fő felelősség az mégis egy területfejlesztési felelőssége tekintetben. Köszönöm szépen. TV2. Köszönöm szépen. Hordósi Dániel vagyok a TV2-től. Azt szeretném kérdezni, hogy a különadót milyen rendszerességgel kell majd a cégeknek befizetni, havonta, fél évente, évente? Ugye minden különadó máshogy kerül beszedésre. Ugye éves összegeket szedünk be, valahol egy szere kell befizetni a különadót egyes szektorokba, valahol ez negyedéves, de van olyan, ami havi rendszeressége. Például ha így nézzük a energia szektor esetén, mondjuk két extra profit adót tudok említeni, egyik a bánya járadék emelése, ami negyedéves rendszeressége kerül beszedésre, a Brent és az uráli közötti spreadnek a kérdésköre és annak a elvonása, ennek egy részének az elvonása, a finomítói volumennek a vetítve, az pedig éves lehet, de itt a részletszabályok azok fontosak, és ezügyben még lesznek egyeztetések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy kérdésem volna, hogy van arról esetleg információjuk vagy becsléseik, hogy vállalatonként általában mekkora lesz ez az összeg? Minden vállalatra tudjuk, természetesen maga az adó alapja minden egyes extra profit adó esetén ismert, és ennek a megoszlása is ismert. Tehát például visszatérve a bankrendszerhez, a nettó kamat eredmény és díj és jutalékbevétel összege bankrendszeri szinten és bankonként is ismert.
Nem fogom felsorolni természetesen bankonként ez, mert az üzleti titkot képez, hogy kinek mennyi, de például már elnézést, van egy aranykönyv, ahonnan letölthető a bankrendszernek az adatai, tehát hogyha ezt letöltik a tavalyi évre, akkor nagyjából előre tudják jelezni, hogy idén milyen arányban kerül ez a 250 milliárd forint kifizetése a bankok között. Köszönöm, még egy kérdésem volna. Ez egy mondatot hozzá lehet tenni, és hogyha ezt megteszik, és az intézkedés csomag egészére nézve megteszik, és valaki korrekt módon értékeli azt, ami történt, akkor jó sok váddal, amit a kormánnyal szemben szoktak hangoztatni, nyugodtan fel lehet hagyni. Köszönöm, hogy még egy kérdésem volna az Ukrajnában dúló háborúról, hogy mennyi menekült érkezett Magyarországra az elmúlt időszakban, illetve hányan kértek menedékjogot? Azt megengedik, akkor nálam vannak pontos számok. 728.605 fő érkezett eddig a háború elől menekülve a két határon összességében. Menedékeskénti szám volt a másik kérdés. A menedékeskénti szám pedig úgy néz ki, hogy az elmúlt napon több mint 200 fő nyújtott be ilyen kérelmet, összesen 23.148 fő nyújtott be ilyen kérelmet eddig, és ebből pedig 14.237-en már meg is kapták az elismerő döntés, nyilván sok döntés még folyamatban van. És még egy szám, hogy ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást pedig 120.000 embernek állítottak ki. Nagyon szépen köszönöm. HVG. Köszönöm szépen, Lengyel Tibor, HVG. Miniszter úrhoz lenne kérdésem, mert itt most elhangzott egy csomó szektornál, most felsorolta, hogy teljesen változó ugye a történet, a különadó. Van, ahol a nyerességre, van, ahol a bevétel arányosan, a mérték is teljesen egyedi mindenhol, hogy ezt esetleg anélkül, hogy most föl kéne olvasni a mindegyiknél, mondjuk kitennék a kormányinfo után a kormány.hu-ra, vagy hogy mindenki azért lássa, hogy miről van szó? Én azt gondolom, hogy a részletekről magukról a rendeletekben fognak értesülni. Tehát végig tudom mondani, hogy milyen adónál milyen adóalapot kell számolni, de azért itt ez számviteli fogalmakról van szó, és a számviteli fogalmakat, azokat hagyd ne menjünk bele, de ha gondolja, hát a bankrendszer esetén ez egy nettó kamateredmény alapú, a biztosítók esetén egy nettó díjbevétel alapú, az energiaszektor esetén egy bányajáradék emelés történik, illetve ahogy mondtam, az Uráli és a Brent közötti spread kerül egy része elvonásra, a Robin Hood adó alá bevonásra kerülnek például bioetanol, etanol, bioüzemanyag gyártó cégek. Kiskereskedelmi szektorról volt szó, árbevétel alakú, és ott kerülnek a kulcsok emelésre. A telekommunikációs szektornál a telkó cégeknek a forgalmára kerül kivetésre egy új adó. A légitársaság adónál a légitársaságot adóztatjuk. Lényegében a utasonként, induló utasonként 10-15 euró körüli összeggel. A gyógyszerforgalmazók esetén lényegében a költségvetésben visszafizetésre kerülő TB támogatás aránya az adó alapja, ez 20%-ról körülbelül 24%-ra fogjuk emelni például. A reklámadót pedig azt gondolom, hogy ismerik, tehát ez egy régi adó, ami, ahogy miniszter úr mondta, újra bevezetése kerül, illetve felfüggesztése került, tehát csak folytatásra kerül ebből a vezetésben. Nem tudom, kihagytam-e valamit, de azt gondolom, hogy végigmondtam 1-től 8-ig, hogy... Szerintem megvolt, és ezek szerint majd a részletszabály, vagy az egész pontos részleteket a rendeletből tudjuk meg, ami mikor fog megjelenni. Minél hamarabb, mert ezt mert be kell szedni. Hogy valahol ezt, még... Ezt be kell szedni. Vannak még részletszabályok, de ez minél hamarabb meg fog jelenni, ezt be kell szedni. Igen. A pénzeket. Igen. Kérem. Napokban és nem hetekben kell gondolni. Köszönöm. És még a két alapra visszatérnék, hogy ha jól értem, akkor a honvédelmi alap az a már eddig is tervezett Zrínyi haderőfejlesztési program
kibővítése, tehát többet költene rá a kormány? Felgyorsítása. Tehát amit hosszú évekig előre tervezett, azt most lehet, hogy 3 év alatt meg akarja valósítani. Hány majd meglátjuk, mert ott is folyamatosan tárgyalunk, hogy mit, mennyiért, hogyan lehet gyorsabban megvásárolni. Ott ugye a szállítási határidők sem egyik napra a másikra történnek, tehát az is elég bonyolult folyamat, de az a lényeg, hogy gyorsabban álljon készen a magyar hadsereg arra, hogy az ország védelmi képességei mainál is magasabbak legyenek. Világos, és a rezsicsökkentési vagy rezsivédelmi alapnál ott mire lehet számítani a kiadást, tehát hogy mit fognak belőle ugye fizetni, például az állami szektor plusz energiaköltségét, esetleg az energiaszolgáltatók dotálását, mire gondoljunk? Hát arra kell elsősorban gondolni, hogy fenntartjuk a fogyasztók számára, a családok számára, magánszemélyek számára jelenlegi rezsijárakat. Ezt könnyű kiszámolni, hogy ez igen jelentős összeg. Már tavaly is tettünk annak érdekében, hogy erre plusz források álljanak rendelkezésre, és most egy újabb lépést teszünk ennek érdekében, így azt tudjuk garantálni, hogy a rezsicsökkentés az hosszú távon is fenntartható. Akkor javarészt ez az állami dotációra megy el arra, hogy a szektor veszteségét finanszírozzák adóból. Igen, ennél van, mert maga az eljárás bonyolultabb, de hogyha röviden a lényeget így foglalja össze, akkor nem téveszt meg senkit ezzel. Köszönöm. És az építőiparról szó volt, de hogy ott ezek szerint nincs akkora mértékű extra profit, amit érdemes lenne kivetni, ahogy miniszter úr mondta. Ugye az építőipar is sok szektorból áll. Szeretném eleveníteni, hogy van extra profit adó már most is az építőipari alapanyagiparnál, hiszen a kavics, homok, sóder, cement esetén egy bizonyos ár fölött lefölözzük a extra profitot egy nagyon erős 90%-os arányjal. Tehát ha azt mondanám, hogy mely volt az első extra profit adó a rendszerben, akkor ez az első extra profit adó. Ezek utána jönnek. Tehát az építőiparban a legnagyobb pénzt az alapanyagiparban termelődik, a többi szakszóval mondva mars biznisz, tehát utána bejön és arra rátesz egy profitmarzsot, de ott a profitmarzsokat nem látjuk olyan jelentős mértékűnek, hogy itt jelentős extra profitra tennének szert a, hát ha így nézzük, az iparág többi szereplői. Különös tekintettel arra, hogy a jövő évben 861 milliárdnyi beruházás, elhalasztás történik meg, ennek jó része az építőipart érinti. Lázár János biztos nem örül ennek, de vajon... Egységes kormány van, és szerintem a hatékonyság javítása is az egyik legfontosabb feladata a minisztériumnak. Bocsánat, ha pedig úgy nézzük, természetesen én sem örülök neki, de látni kell azt, hogy van egy olyan helyzet, amivel ezelőtt akár csak fél évvel senki nem számolt. És mindannyian tudjuk, és egész Európa ettől szenved, tehát ha bárki megnézi a környező országokat, de akár még a nyugati országokat is, akkor látja, hogy ennél nagyobb sérelmek árán sem nagyon sikerül orvosolni a költségvetés egyenlegét, egyensúlyát, helyzetét, úgyhogy nekik nincsenek is olyan intézkedéseink nekünk, tehát a rezsicsökkentés Magyarországon van, a környező országokban nincsen. Bocsánat, csak egy kiegészítés, hogy Magyarországon a beruházási ráta az 27%-os. Ebből a 27%-ból nagyjából 5-6% pont az állami beruházás, a többi pedig magánberuházás. Ezzel Európában például a legnagyobb állami beruházást hajtjuk végre összegét tekintve. Ha ez csökken, illetve átütemezésre kerül, nem lesz akkora növekedési hatása, mert valójában a magánberuházások, a piaci beruházásoknak van nagyobb multiplikatív hatása, és hogy el is hangzott, ezt továbbra is ösztönözni fogjuk. Tehát a fókusz az a piaci beruházások ösztönzésén lesz. Világos, köszönöm, és egy utolsó, nagyon rövid és gyors kérdés, hogy van-e miniszter úr szerint arra bármilyen épeszű magyarázat, hogy az igazságügyi minisztérium eddig mindig közölte a nemzetbiztonsági célú titkos megfigyelések engedélyezett számát, évek óta kikérjük, ez mindig egy megadott adat volt. Most azt válaszolták legutóbb, hogy nem tartanak ilyen adatot, nyilván azt tudják megmondani, hogy mennyi kérelem érkezett. Másrészt titkosították közben azt, hogy kiírja alá őket. Ami nonsens, a törvényben amúgy is az van, hogy a miniszter írja alá, de hát azóta tudjuk, hogy nem mindig ő írja alá.
van erre valami magyarázat ön szerint? Hát az is szerintem évtizedek óta, de egy évtizede biztos, hogy nem a miniszter írja alá, hiszen a miniszter hatáskörét más is gyakorolhatja, ez minden minisztériumban elég gyakori. Tehát anélkül, hogy a napi gyakorlatot ismerném, ezek tipikusan azok az ügyek, amiket államtitkár szokott aláírni. A másiknak pedig utána nézek, én nem látom semmilyen speciális indokát annak, és nem is találkoztam eddig ezzel, hogy bármilyen olyan adatot, ami eddig nyilvánosnak számított, az most ne minősüljön ugyanígy nyilvánosnak. Köszönöm. Inforádió. Jó napot kívánok, Herceg Zsolt vagyok az Inforádióból. Először gazdaságfejlesztési miniszter úrhoz. Osztották a bankszektor és az energiaipar szereplői a kormány véleményét arról, hogy ez a haszon extra profit, és hogy nem fognak árat emelni? Őszintén szóval senki nem örül, hogyha a profitját elveszik. De mind a két esetben, tehát a bankszektor esetén is, az energiaszereplők esetén is, ahogy én mondtam, az elmúlt hetekben, hónapokban dolgoztunk azon, hogy megindokoljuk pontos számításokkal, elválasztjuk egymástól az utána profitot az extra profittól. És ők is értik azt, hogy a jelenlegi helyzet, a koronavírus válság, és ezt követően a háborús fenyegetettség egy olyan gazdasági környezetet adott nekünk, bárcsak máshogy lenne, infláció növekedéssel és a gazdasági növekedésnek a lassulásával, amivel ők profitálnak. Ezt ki lehet mutatni fehéren, feketén. És amikor erről beszélünk, az extra profitról, ők is pontosan tudják, hogy ez egy olyan profit, már elnézést, amire nem dolgoztak meg. Ezért könnyű elvonni, és ezért gondolom azt, hogy nincsen hatása növekedés szempontjából, se infláció szempontból. Természetesen figyelni fogunk, ahogy idáig is figyeltük, és a szektoroknak az árképzését azt nézni fogjuk. Elvárjuk, hogy ezt ne hárítsák át, de azt gondolom, hogy nincs is semmi okuk rá, hogy áthárítsák. Gulyás miniszter úrhoz, az elhalasztott állami beruházásokat Lázár Jánosnak kell megneveznie, vagy ezekre a gazdaságért felelős miniszterek valamelyike tesz javaslatot? Kormány dönt ezekről, és az összes beruházást Lázár János áttekinti, ezt a kormány ügyesen vállalta is, és ő tesz javaslatot, de döntést a kormányhoz. Említette a pedagógusokat, hozzájuk lehet kapcsolni az egészségügyi szakdolgozókat, tervezik a jövő évi költségvetést, hogyan látják, hogy jut-e majd pénze a pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók a tervezetnél magasabb, az érintettek és a kormány által is egyébként helyesnek tartott vagy szükségesnek tartott béremelésére? Hát egyenre, hogy valaki megnézi a jelenlegi gazdasági helyzetet, akkor alig, hanem soha nem volt olyan érthető, hogy annyit mondjak, hogy most egy kis türelmet kérünk szépen. Az nem vitás, hogy a pedagógusoknál és rendvédelmi szerveknél még talán nehéz helyzet ellenére is indokolt a béremelés. Van is ilyen ígéretünk, amit be fogunk tartani, hogy ezt túl tudjuk-e lépni, vagy túl tudjuk-e teljesíteni. Ebben ma nem felelősséggel nyilatkozni, májusban még nem lehet. Azon vagyunk, hogy minél többet tudjunk tenni azért, hogy megérje pedagógusnak lenni. Látjuk, hogy milyen nehézségek vannak. Elmondtuk többször a választási kampányban is, hogy mi is úgy gondoljuk, maga a miniszterelnök mondta, hogy emelni kell, és ha van rá mód, akkor minél nagyobb lépésekben kell ezt megtenni. Ugyanakkor az ország teljes tőképességének is megvannak a korlátai. Tehát e kettőre tekintettel talán néhány hónap múlva leszünk abban a helyzetben, hogy megmondjuk, hogy mit tudunk ígérni, és azért azt is tegyük, hogy a magyar egészségügyben olyan jelentős béremelés történt az előző két ciklusban, amire soha a rendszerváltozás óta, 1990 óta, de megkockáztatom, az azt megelőző két-három évtizedben sem volt példa. Indokoltnak és lehetségesnek tartanak-e bármilyen áfacsökkentést? Nem. Miért nem? Ezt nem látjuk indokoltnak. A helyzet az az, hogy az áfa csökkentés az nem vezet az árak csökkenéséhez, mint ez sok éves tapasztalat bizonyítja. Szükségesnek látja-e a kormány, hogy az eddigieknél esetleg határozottabban lépjen fel a szlovák kormánynál a sajó szennyezésének megszüntetése érdekében? Természetesen a
földművelésügyi tárca és a környezetvédelemmel most foglalkozó természetvédelemmel, ugye a földművelésügy foglalkozik a környezetvédelemmel, miután ma már az a 21. században elsősorban egy ipari technológiai kérdés, pedig Palkovics miniszter úr, ők minden ilyen esetben a szlovákok felé jelzik azt, hogy mi az, amit Magyarország joggal vár el, és hogy ha szükséges, akkor jogi lépéseket is teszünk ennek érdekében. Utolsó kérdésem, miért nem adott kormány garanciát a kormány a jégkorong világbajnokság megrendezésére? Azért, mert fontossági sorrendet kell megállapítani, és a jelenlegi helyzetben, amikor egy világjárványból kilábalunk, és már ez önmagában inflációt hozott. Az energiaárak területén már Brüsszel politikája is áremelést hozott, és ehhez jött hozzá egy háború, ahol próbáljuk fenntartani azokat a szerintem vívmányokat, amelyeket az elmúlt évtizedben a polgári kormány elfogadott, rezsicsökkentés, családtámogatási rendszer, és általánosságban még béremelési igények is vannak, mint éppen említette, akkor hátrébb kellett sorolni nagy fájdalmunkra ezt az igényt. Köszönöm. Hír TV. Köszönöm szépen, Sárosi Petra vagyok a Hír TV-től. Törvénytelennek nevezte a parlamentbe Gyurcsány Ferenc a kormányt, ezzel szemben napra pontosan 16 évvel ezelőtt volt a híres Öszödi beszéd, melyben Gyurcsány Ferenc maga ismerte be, hogy kormányzásának utolsó másfél-két évét végig hazudta. Az lenne a kérdésem, hogy mit gondolnak erről, nem tartják-e visszásnak ezt a helyzetet? Sajátosnak tartjuk, tehát hogy az a Gyurcsány Ferenc, aki mégiscsak politikai karrierjét az egypárti diktatúra ifjúsági szervezetének szolgálatában kezdte, az egy demokratikus választáson a választópolgárok 54%-ának támogatását kiérdemlő kormányt törvénytelennek nevez, ez minden határon túl van. De hát látjuk, hogy a baloldalon, annak ellenére, hogy a baloldal továbbra is vezetőjének tekinti Gyurcsány Ferencet, a pofátlansági versenyben senki másba sem nevezhet, hogyha ő is résztvevője ennek. Köszönöm szépen. Mandiner. Almási Csuhajuk a Mandinertől. Azt szeretném megkérdezni, hogy mikortól várható, hogy az infláció elkezd csökkenni? Az infláció 80%-a jelen pillanatban globális eredetű. Szóval nézzünk csak körbe, a koronavírus válság és a háborús fenyegetettség egy energiaválságot és egy élelmiszerválságot okozott. Ha megnézzük, hogy az inflációban mely árak robognak, az mind vagy az energia miatt történik, vagy a lényegében a mezőgazdasági termékek, gabona árak emelkedése miatt történik, mind a kettő külső tényezők miatt emelkedik, mind a kettő világpiaci áron méretődik meg, és a világpiaci árak emelkednek. Mi ezt szenvedjük el. Alapvetően ugyanakkor Magyarországon jelen pillanatban 9,5%-os inflációt mérünk, miközben a Európa jelentős részében már bőven kétszámjegyű infláció tapasztalható. Ugye volt erről szó, hogy a árstoppok egy 5-6% ponttal védik meg a családokat a további áremelkedéstől. Ami az infláció jövőbeli pályáját illeti, alapvetően a Nemzeti Bank előrejelzését tudom önnek idézni, miszerint nyáron az infláció tetőzhet, és szeptembertől csökkenésnek indulhat. Idén átlagosan 9-10% körüli infláció, várható jövőre pedig 5% körüli. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy itt is a helyzet rendkívül bonyolult, ezért fontos az, hogy a gazdaságot válság állóvá tegyük. Ennek a részei az árstopp, illetve a most bejelentett intézkedések is. Köszönöm. Gulyás miniszter úrtól kérdezném, hogy mikor kezdődnek meg a tárgyalások a fővárossal, illetve a kormány egyetérte az Aquincumi híd megépítésével, illetve a pesti alsórakpart végleges lezárásával? Minél több híd köti össze Pestet és Budát, annál jobb Budapestnek és a budapestieknek. Tehát a mi bajunk az elmúlt években az volt, hogy más hidaknál a főváros nem adta meg azokat, vagy más hidak tervezésénél a főváros nem adta meg azokat a hozzájárulásokat, amelyek az engedélyek megszerzéséhez kellettek volna. Ami pedig a rakpart
autómentesítését illeti, én ezt teljesen elfogadhatatlannak tartom. Tehát az autós üldözés, ami mindennapi gyakorlat lett a főpolgármester úr 2019 őszi helyhatósági választásban elért győzelme óta, az egészen példátlan. Semmilyen koncepció nincs mögötte, ott is biciklisávok vannak, ahol nincsenek biciklisták. Ugyanakkor a környezet szennyezésnek a legesleg borzalmasabb válfaját szabadította a jelenlegi városvezetés Budapestre azzal, hogy mindenhol dugóban állnak az autók. Tehát egy önmagát egyébként zöldnek és környezetvédőnek tekintő politikai oldal és pártképviselője ilyen badarságot egész egyszerűen szerintem nem tehet meg. A rakpartok nélkül Budapest közlekedése teljes egészében meg fog bénulni. Mit szól ahhoz, hogy egy német zöld politikus azt kezdeményezte az Európai Tanács elnökétől, hogy tiltsák ki a magyar miniszterelnököt az EU csúcsról? Mindenféle bolondsággal nem tudunk foglalkozni. Köszönöm. Felex. Köszönöm, Simor Dániel vagyok a Telextől. Kocsis Máté azt mondta Rogán Antal miniszteri meghallgatásán a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, hogy a titkos szolgálatoknak be kéne azonosítani a Magyarországon működő, a Kocsis Máté szerint nyilvánvalóan külföldi szolgálatban álló médiafelületeket, illetve civil szervezeteket. Ön hogyan értelmezi ezt a kijelentést? Úgy gondolom, hogy Kocsis Máté például egy légi liberális követelést ismételt meg, akik a Kuruc Info betiltását követelték, és ha megnézzük az ott megjelenő médiatartalmakat, akkor ezt nem okra elküldtették. Tehát akkor akartam volna kérdezni, hogy tud-e példákat mondani, de akkor a Kuruc Info az egy ilyen nemzeti szuverenitást veszélyeztető médiafelület? Kocsis Mátét megkérdezni, csak azt mondom, hogy a médiafelületek működésével, meg betiltásával kapcsolatosan éppen a liberális ismerésről volt szó. Igen, de ha nem vág közben, akkor befejezem, amit mondani szeretnék. Tehát éppen a liberális oldalon jelentek meg követelések, és ráadásul vádak is onnan szoktak elhangzani, éppen félt vagy valós orosz befolyásra való hivatkozás, nem csupán az említett portálnál, hanem másoknál is. De ez természetesen bármilyen külföldi befolyás lehet, egy államnak fontos, hogy erről tudjon. Ezt teszi valamennyi állam. Leginkább talán éppen az Egyesült Államok. Arra esetleg tud valamit mondani, hogy hogyan tudják azonosítani ezeket a szervezeteket, illetve médiafelületeket, amiknek a titkosszolgálati megfigyelésére szükség lehet, vagy hát itt azonosításról volt csak szó. Tehát azt tudom az ön figyelmébe ajánlani, és azután legfeljebb a szolgálatok vezetői a Nemzetbiztonsági Bizottságban tudnak ennél részesebb tájékoztást is adni, hogy a világon mindenhol, különösen a 2016-os amerikai elnökválasztás óta különös figyelemmel vannak arra, hogy milyen külföldi befolyásszerzési kísérletek vannak hírekben, Facebookon, szociális média, közösségi médiában, interneten. Ez az igény, ez megfelel ennek az egész világon, legerősebben az Egyesült Államokban megjelenő igénynek. De akkor ön említette az orosz befolyást, ha jól rémlik, akkor ön is úgy látja, hogy onnan származhatnak ilyen típusú befolyásolási kísérletek Oroszországból? Én úgy látom, hogy az a szolgálatok feladata, hogy minden ilyet feltárjanak, és az állam legyen tisztában ezzel. Ha megnézem a közösségi médiát, akkor látok sokfélét, oroszt is. Milyen félét lát még? Sokfélét, de nem az én feladatom. Tehát, ha majd engem hallgatnak meg ezen a meghallgatáson, mint a szolgálatok felügyeletéért felelős minisztert, amire az esély viszonylag kicsi, mert amikor ezelőtt 4 évvel a miniszterelnök úr felkért arra, hogy vezessem a miniszterelnökséget, akkor az volt a kérésem, hogy alapvetően civil emberként szolgálat ne tartozzon hozzám, az IH akkor került át éppen ezért az én kérésemre a külügyhöz, tehát erre kicsi az esély, de ha mégis ebbe a helyzetbe kerülök, akkor kell majd erre a kérdésre nekem választani. Felmerült a téma esetleg valamelyik kormányülésen? Nem. Jogszabálymódosításra se lehet szükség, vagy ilyen nem merült fel? Nem merült egyenlőre fel a kérdés. Értem. Oké, akkor Orbán Viktor azt mondta a miniszterek bemutatásánál a parlamentben, hogy az igazságügyi miniszternek érvényre kell juttatni az alaptörvényt, védenie kell az alkotmányosságot, ezért számára vétójogot biztosítok valamennyi minisztériumi előterjesztéssel szemben. Ez mit jelent a gyakorlatban? Minden minisztériumi előterjesztéssel szemben vétójoga van a igazságügyi miniszternek? Igen.
Ez ilyenkor azt jelenti, hogy ha bármilyen minisztérium előterjesztés kapcsán az igazságügyi minisztérium azt jelzi, hogy alkotmányossági aggája van, akkor azt kormánykabinet nem fogadhatja, be kell menjen kormányra, és a kormánynak ezt meg kell vitassa. Tehát a kormány írhatja csak felül az igazságminiszteri vétót, kabinet nem, és akkor a gyorsított út és gyorsított elfogadása javaslatnak sem lehetséges. És akkor mondjuk többször is megvétózhat egy ilyet a igazságügyminiszter, vagy mondjuk mint a köztársasági elnök? Még egyszer mondom, a köztársasági elnök se vétózhat meg többször, tehát ezt a félreértését szeretném pontosítani, mert a köztársasági elnöknek ugyan van politikai és alkotmányos vétójoga, de ezeknek az egymáshoz való viszonyát az alaptörvény nagyon helyesen tisztázta, a korábbi alkotmány erről nem beszélt. Tehát a jelenlegi helyzet ugye az, hogy a köztársasági elnöknek csak akkor van másodszor is politikai vétójoga, hogyha az először visszaküldött törvényt az országgyűlés módosítja, akkor ez a joga módosított részek tekintetében nyílik meg. De ha változatlan tartalommal fogadja el, akkor a köztársasági elnök köteles aláírni. Még alkotmánybíróságot sem küldheti, hiszen az első vizsgálat az alkotmányossági vizsgálat. Tehát ha a köztársasági elnök nem ért egyet egy törvényjavaslattal politikailag és alkotmányellenesnek tartja, akkor az alkotmánybírósághoz kell, hogy forduljon. A politikai vétó azt is jelenti, hogy alkotmányosnak tartja javaslatot, csak politikailag nem ért vele egyet. Ugyanilyen elvek mentén kell az igazságügyminiszter vétóját is kezelni, tehát hogyha egyszer már valami vétót emelt, akkor a kormány ezt vagy felülvizsgálja, vagy nem. Ha a kormány nem bírálja felül, akkor a javaslat elhalt. És mi indokolja, hogy ilyen hatalmat kapott az igazságügyminiszter? Hát az, hogy alkotmányos keretek között kell működni. Mi nem vagyunk anarchisták, és nem gondoljuk azt, hogy 50%-kal lehet alkotmányozni, bár akik korábban ezt gondolták, azok most a 28-29-30-31%-kal való alkotmányozás lehetőségén kell, hogy gondolkozzanak. De hogy akkor ez biztosítja, hogy ezen túl alkotmányosabb keretek között fog zajlani a jogalkotás? Jól tudom, eddig nem volt ilyen joga a igazságügyminiszternek. Ez eddig is egy lehetőség volt, nem nevesítettük ilyen élesen, nem egy teljesen új gyakorlatról van szó, hiszen Boros Péter miniszterelnök úrtól én is több mint egy évtizeddel ezelőtt hallottam, hogy a pénzügyminiszternek a költségvetési célok betartása és az igazságügyminiszternek pedig az alkotmányossági szempontok érvényesítése tekintetében kell vétójogot biztosítani, de természetesen törekszünk arra, hogy még jobban és még inkább az alkotmányos kereteken belüli megoldásokkal tudjunk jó jogszabályokat és jó döntéseket hozni, és természetesen tovább javulni mindig van lehetőség. Benzinás stop, ugye azt mondta, hogy csak magyar forgalmival lehet majd holnaptól fixáron tankolni, ezt a benzinkutasok fogják ellenőrizni? Így van. Tehát a kasszásnak be kell mutatni a forgalmit, és hogyha az külföldi, akkor egy piaci ár. Két külön árat tudnak érvényesíteni, tehát technikai egyeztetés történt, ott tudnak a kasszánál a forgalmi engedély alapján emelt árat, vagy pedig rendes árat érvényesíteni. Uh-huh. Veszélyhelyzet. Ön a kormányinfón április 21-én azt mondta, hogy a kormány reméli, hogy nem kell, hogy éljen ezzel az eszközzel, tehát ezzel a háborús veszélyhelyzet bevezetésével, de ezt az eszközt magunknak és a mindenkori kormánynak meg kell teremteni, meglátjuk, hogy az események alakulása okot ad-e arra, hogy veszélyhelyzetet hirdessünk. Mi adott okot erre? Mi február 24-e óta abban reménykedünk, és amennyit az ország a maga erejével tud tenni, azért is teszünk, hogy béke legyen. Az adott rá lehetőséget, hogy sajnos a béke azóta sem következett be. Oké, de hogy ön április 21-én mondta, hogy reméli, tehát akkor már zajlott a háború. Én ma is remélem, hogy a háború nem tart hónapokig. Az egy más kérdés, hogy mik az előrejelzések. Áprilisban is, márciusban is, és február végén is ezt reméltem. De hogy a háborús cselekmények messzebb kerültek a határoktól, nem érkezik több menekült, tehát az április 21-i reményteli nyilatkozatához képest mi változott? Hát az változott, hogy az országgyűlés elfogadta az alaptörvény módosítást, és miután az a reményünk nem vált valóra, hogy a háború befejeződjön, ezért erre a kormánynak ma van alkotmányos lehetőség. Értem. Szó volt a állami beruházások elhalasztásáról, azt lehet tudni, hogy milyen beruházásokról van szó? Tehát nem fogjuk titokban tartani, de még egy megközelítő lista van, annak alapján tudtuk kiszámolni is azt, hogy jövő évi költségvetést mennyiben tehermentesítik ezek a beruházások. Hogy körülbelül milyen típusú beruházások? Nagyon egyszerű, az alapelv az az, hogy ahol megkezdődött az építkezés, torzókat nem hagyunk, azok mind be fognak fejeződni. Meg nem indult építkezéseket tudunk elhalasztani, hogy azok ne 23-ban, hanem 24-ben kezdődjenek. És döntően ezek építőipari beruházások.
Oké, tavaly módosították a köznevelési törvényt, és ebbe bekerült egy ilyen nyilvántartás azokról a szervezetekről és magánszemélyekről, akik szexuális felvilágosító foglalkozásokat tarthatnak iskolákban. Ez a nyilvántartás azóta sem készült el. Lehet-e tudni, hogy ez mikorra várható, hogy elkészül? Javaslom a szaktárca megkeresését. Akkor ön erre most így nem tud jelenleg mit mondani? Hát lehet, hogy ez súlyosan elítélendő, de nem tartom számon és fejben azt, hogy az egyes iskolában különböző felvilágosító programokat milyen civil egyesületek tarthatnak, ezt eddig nem éreztem a hatáskörömbe tartozónak. A témával foglalkozó kolléganőm kereste a szaktárcát, és nem kapott rá választ. Ebben esetben még egyszer mondom, a szaktárcát érdemes keresni, és én is őket tudom keresni. De nem tartja problémának, hogy elfogadnak egy jogszabályt, amiben van egy nyilvántartásról, és ezután a 11 hónapon keresztül nem készül el? De az a helyes, hogyha egy jogszabály bármilyen tárcára, bármilyen kötelezettséget ró, akkor annak a tárca eleget tesz. Értem. Van még kérdés, mert még egyre van lehetőség, ha esetleg szeretne. A telex? Meg vagyok, köszönöm szépen. Jó, szuper, azonnali. Köszönöm szépen. Itt még Ildikó kérdéséhez kapcsolódnék, csak mert amikor ő feltett kérdést, akkor azért egyikük sem tudott konkrétan választani, tehát hogy nem fogják tovább terhelni ezeket az extra költségeket, vagy extra terheket érintettek a lakosságra. Tehát hogyha mondjuk az év végére egy kiló trapista 500 forinttal több lesz, mint most, vagy mondjuk egy fapados repülője egy mondjuk 10 euróval több lesz, mint most, akkor önök honnan fogják tudni azt, hogy ez most nem egy indokolt költségemelés, vagy egy indokolatlan teher további hárítás? Nagyon egyszerű a dolog, amit ön mond, hogyha áthárítja, az azt jelenti, hogy a profitja ugyanannyi marad. Nem? Tehát ez azt jelenti, hogy látni fogjuk a számokból, hogy a profitja ugyanannyi marad, mint De hogyha jelenleg. Mondjuk hatékonyan költséget csökkentett közben például. Hát ezt is látjuk, mert a költségeit is látjuk, tehát ez egy olyan működés, amiben mérleget és eredménykimutatást állít elő a vállalat. Látni fogjuk, mi van a költségben, mi van a bevételben, mi van a kiadásban. Ez könnyen meg lehet állapítani, hogy adott esetben ő visszatornázta a profitját, és visszatornázta az extra profitját, vagy ott hagyta, ahol hagynia kellett. Akkor a egész csomag másik lábával kapcsolatban két laptársunk kérdése. Ugye elvileg Kaposváron épülne 14 milliárd forintból egy négycsillagos szálloda állami támogatással. Úgy tudom, ugye miniszter úr mondta múltkor, hogy találkozott Szita Károly polgármesterrel. Ezt a beruházást érinti-e most ez a csomag, illetve a Mosoni Dunahíd ugye Győrnél, hogy azzal mi a helyzet, az meg fog-e épülni, határidőre is van erre pénz? Csak azt az elvet tudom megismételni, amit mondtam, de egyes beruházásokat pillanatilag nem tudok nevesíteni. Ha lesz végleges lista, akkor ezt meg tudjuk mondani. Meg egyszer mondom, nem töröltünk egyetlen egy beruházást sem. A kérdés az az, hogy ami még nem indult el, és 23-ban indulna, az valószínűleg egy éves késődelmet fog szenvedni. Köszönöm szépen. Reuters. Köszönöm szépen. Tán Kriszta vagyok a Reuters-től, és én nagyminiszter úrhoz lenne egy pár kérdésem. Tehát ugye voltak már korábban is különadók, ez az első ciklus alatt voltak ilyen különadók, amik temporary, tehát ilyen átmeneti adóként indultak, de még ma is részei az adórezsimnek Magyarországon. Igaz, hogy vannak, ahol csökkent a mértéke. Mi a garancia arra, hogy az új adók 2023 végén megszűnnek? Tehát ez mi az üzenet a külföldi befektetőknek? Ez lenne az első. Ugye egyrésztről azok a különadók azok jelentősen csökkentek, tehát ha a bankrendszert nézzük mérlegfőszeg arányosan, ami a normál különadót 60 milliárdos összegről van szó. Ugye a mostani extra profit különadó az 250 milliárd. Hogy mi a garancia, hogy megszűnnek? A neve a garancia, extra profit adó, tehát ha megszűnik az extra profit, akkor megszűnik maga az adó is, hiszen magára, erre az extra profitra van kivetve. Innentől kezdve az a válaszom, hogyha a háború véget ér, ha az infláció rendeződik, az energiaárak normalizálódnak, az élelmiszerárak normalizálódnak, és a gazdaság recessziós félelmei eltűnnek, a növekedés gyorsabb lesz, akkor nincs ezzel probléma ezekkel az extra profit adó kivezetésére, nincs extra profit egyrésztről, másrésztről pedig a gazdaság újra felzárkózási pályára áll, ami azt jelenti, hogy megfelelő bevételt tud generálni a költségvetés részére. Tehát nincs kőbevésve a 2023 vége?
Jelen pillanatban a 22-es és a 23 költségvetésről van szó, 24-es költségvetést nem tervezünk jelenleg. Köszönöm. A következő kérdésem visszatérnék itt az áthárításra, mert ugye a tranzakciós adónak a nagy részét a bankok át is tolták szépen az ügyfelekre az elmúlt évtizedben. Ezért Magyarországon az egyik legdrágább a banki szolgáltatásuk. Minden áthárított költségnek inflatorikus hatása van. Miközben, ha jól látom, a költségvetés kiadási oldalán kereslet visszafogás érdemi, a lakossági oldalon nincs. Tehát az a kérdésem, hogy a jelenlegi bérkiáramlást tekintve, ami most már ugye 17% volt a legutóbbi béradat, bruttó bérnövekedés év per év alapon, nem tart-e attól, hogy egy klasszikus bér-ár spirálba kerül Magyarország, miután költségvetési kereslet visszafogást olyan nagy mértékűt én nem látok? Egyrésztről a kiadási oldal, hogy az államot érinti, tehát az állami kereslet visszafogásáról van szó, mind beruházások átütemezése tekintetében, mind pedig a működési költségek tekintetében, tehát a kérdésére válaszolva állami keresletről van szó. Az állami keresletnek is jelentős hatása lehet ilyen tekintetben inflatórikusan, ugye más egy növekedés és más egy inflációs hatás ebből a szempontból, tehát az állami kereslet is azért nyomta az építőipari alapanyagárakat, ilyen tekintetben ez segíteni fog. Ami a tranzakciós illetéket illeti, a tranzakciós illeték az részben egy pénzügyi áfa, azért is vezették be maga a tranzakciós illetéknek a definíciója ez, és alapértelmezésben az értékpapírok tranzakciójára vezették be, Magyarországon az átutalásokon van, bár itt nem beszéltem róla, maga a kiterjesztés az értékpapír adásvételre fog megtörténni. Ugyanakkor ugyanazon kulcsokkal, ami most van, tehát ez a 0,3%-os kulcssal fog működni. A felső határt fogjuk inflációval kiigazítani, ami idáig 6000 forint volt, az 10000 forint lesz átutalásnál is, és az értékpapír tranzakcióknál is. Ez alól a kincstár és a posta lesz kivétel, tehát az ott vezetett értékpapír számlákra, ahogy idáig is tranzakciómentes lesz a művelet. Ami az ezt a végén a banki ügyfelek fogják kifizetni, illetve aki értékpapír számlát tart. Erre az a válaszom, hogy abban az esetben, ha verseny van, akkor a bankok fogják kifizetni. A jövőben azon dolgozunk, már csak azért is, mert a pénzügyi szabályozás az egy új hatáskörként nálam megjelenik, és én ezzel fogok kezdeni, hogy a bankok között minél nagyobb verseny generálódjon, és minél hatékonyabban működjenek, ha pedig a verseny nagy, ezt nem fogják tudni áthárítani. A MOL-nál ugye az olcsó urali olajból szerzett nagyobb nyereség, ami ugye főleg február óta tágult ki itt ez a spread. Erre alapozódik ugye ez az új adó. Kérdésem az, hogy mire számít a kormány, hogy hány évig fog még a MOL orosz olajat finomítani. Tehát hány év az a derogáció, ami elfogadható. Tehát akkor úgy számolunk, hogy 2 évig mindenképpen még orosz olajat fog finomítani a MOL? Nem, mert nincs egyetértés, tehát jelen pillanatban az olajembargó tekintetében a magyar kormánynak nagyon erős álláspontja van. Mi szerint nem fogadjuk el a jelenlegi feltételeket, abban az esetben, hogyha 15-18 milliárd euró érkezik Magyarországra, amivel az energiaellátás finanszírozható, akkor vagyunk ott, hogy lényegében a családokat és a gazdaságot nem éri kár. Tehát jelen pillanatban ez a útja módja a dolognak. Akár azonnali, akár átmeneti olajembargó esetén, ha nincs finanszírozása az átállásnak és az energiahatékonyságnak, akkor veszélybe kerül az ársapka, adott esetben a családok egyre többet fizetnek az üzemanyagért, ez nem történhet meg. Tehát alapesetben azzal számol a kormány, hogy 2 évig mindenképpen... Ezt hozzátenni, az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során nem az átállás idejében van súlyos vita. Ha csak azon múlna, mert megegyeztünk volna, és jóval több mint 2 évben is hajlandóak lennének megegyezni. Tehát a 22-es, 23-as év, amire az adó nem vonatkozik, az semmilyen bizottsági terv, ha holnap megállapodnánk, akkor sem veszélyeztetné. Tehát a
végső pénzösszegről van a szó igazából. Ott nem, van a nem, bocsánat, nem erről van szó. Ez a bizottság logikája, amit ön mond. Mi azt mondtuk, hogy nem szabad ezt a kérdést semmilyen, az embargó kérdését semmi mással összekötni, csak és kizárólag azzal, hogy egyetlen egy ország se kerüljön rosszabb helyzetbe, mint amilyenben volt, lényegesen rosszabb helyzetbe, és ne okozzon nekünk nagyobb sérelmet oroszoknak. A mi bajunk éppen az, ha ebbe belemegyünk, hogy a bizottság vagy szándékosan, vagy jogállás magatartása folytán megpróbál előidézni, vagy előidézett egy olyan helyzetet, hogy különböző dolgok, mint az RRF, mint az embargó összekapcsolódik. Mi ezt szeretnénk külön tartani. Ha a bizottság eleget tesz a ráirányadó jogszabályoknak, hogy minden tagállam meg kell, hogy állapodjon, és a bizottsági elnök pedig az ezzel kapcsolatosan tavaly májusban tett ígéretének, már réges-rég túl vagyunk, és számtalan olyan zöld átállásra vonatkozó program lenne folyamatban, ami megkönnyíteni a tárgyalást. Ezért nem jó, hogyha a bizottság nem tesz eleget a jog által, az uniós jog által előírt kötelezettségének, de a kettőt szerintünk külön kell tartani, és nem örülünk annak, hogy úgy tűnik, hogy mintha a bizottság azért nem zárná le a tárgyalásokat, miközben már érdemi véleménykülönbség nincs, hogy a kettőt összeköthesse. Szerintünk nem egy jó irány. Bocsánat, muszáj ezt tovább mennünk. Oké, okay, még egy. Utolsó jó, gyors, mert még nagyon sok kérdező van, és negyed óra, jó, úgyhogy utolsó kérdésem, jó. Még mindig a Nagy Márton miniszter úr, az csak azért, mert ugye a múlt heti parlamenti meghallgatásán említette azt, hogy vannak még szektorok, ahol a hazai tulajdon aránya nem megfelelő, tehát ahol a stratégiai szektornak számít, és növelni kéne a magyar tulajdon arányát. Kettő ilyen szektor volt, ez a, ami kiemelkedett ezek közül, volt így az építőipar, de az építőipar most nincs érintve ezektől az új adók által, de volt a kiskereskedelmi láncok, illetve a biztosítói szektor. Kérdésem az, hogy van-e olyan várakozás az új adókkal kapcsolatban, hogy ugye itt a nagyobb szereplőket érinti leginkább, akik külföldi játékosok, akik az új adók kapcsán esetleg úgy döntenek, hogy inkább egy udvarias exit, tehát tesznek az országból. Az első dolog, hogy az építőiparban is, mint mondtam, az építőipar alapanyagban ott az adó, és én az építőipar alapanyagot említettem, mint hogy a kívánatos a magyar tulajdon részarányt növelni, tehát ott is van egy extra profit adó. Arról beszéltem, hogy ez volt az első, ami bevezetésre került. A többi szektort, amit ön említett, mindenkinek az üzleti döntése, hogy meddig akar jövőben, akar-e itt maradni, akar-e profitot termelni. Ez egy ilyen egyszerű üzleti döntés. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a dolgot nem befolyásolja az extra profit elvétele, mert még egyszer ez egy extra profit. Minden esetben be tudjuk bizonyítani azt, hogy mitől extra profit ez a kérdéskör. Az pedig az ő személyes döntésük, hogy Magyarországon akarna befektetni és itt működni, akár a kiskereskedelmet tekintve, akár pedig a biztosító szektor tekintve. Én továbbra is tartom azt az álláspontomat, az egy stratégiai szektorok. Addig, míg a bankrendszerben az elmúlt 12 évben sikerült a magyar tulajdon részarányát 2010-ről 2022-ben 50% felé emelni, addig a biztosítói szektorban ez 20% vagy alatti részesedés. Érdemes lenne itt is befektetőket találni, és ezt 50% fölé emelni. Ugyanezt gondolom a kiskereskedelmi szektor élelmiszer ágánál. Origo. Köszönöm szépen, Mészáros Erika vagyok, origo.hu. Hogyan értékeli Jobbik példátlan szexbotrányát? Szerintem mindenkit mélyen megdöbbent, ami történt, és teljesen elfogadhatatlanak tartja. Tehát hogy az emberi méltóságot és a női becsületet minimálisan is értékelő pártban ez következmények nélkül nem történhetne meg. Úgyhogy ma mindent elmond a mai Jobbikról, aki már korábban is elvtelenségében csak a rendszerváltoztató SZDSZ-nek a 94 utáni mozgásaihoz volt, vagy mozgásaival, vagy 94-es mozgásaihoz volt hasonlítható.
minden határon túl megy az, amit ebben az ügyben tanúsítottak, és ahogy ehhez az ügyhöz hozzáállnak. Tehát a magyar közélet legelvtelenebb pártja sem az emberi méltóságot, sem a női becsületet nem tartja fontosnak. Köszönöm szépen. Mit szól ahhoz, hogy olyan szinten harcol egymással a baloldal, hogy tegnap elmaradt a fővárosi közgyűlés? Itt is azt látjuk, hogy a főpolgármester úrnak igaza van, csak túl bőven gondolkodik, túl nagy vonalakban gondolkodik az országról, mert a főpolgármester úr azt mondta, hogy látva a magyar baloldal helyzetét, te érti, hogy miért nem kaptak bizalmat a választásokon, látva azt, hogy a fővárosi önkormányzat működik, azt nehéz megérteni, hogy ők miért kaptak annak idején bizalmat. Tehát egészen kis stílű személyi problémák miatt fővárosi közgyűlés maradjon el, ilyen még Demszki Gábor időszakában sem történt, pedig eddig azt hittük, hogy az volt a budapesti városvezetés mélypontja. Köszönöm szépen. 444. Köszönöm. Szurovec Illés vagyok a 444-től. Ugye itt a különadóknál többször is többes számban említették a légitársaságokat, hogy itt milyen légitársaságokról van szó, mi az, ami még a Wizzeren kívül Magyarországon szóba jöhet? Hát azon légitársaságok, akik üzemeltetnek Budapest és egyéb városok közötti utakat. Tehát azt gondolom, hogy majdnem az összes, aki Európában felelhető. Ugye itt ezekre a légitársaságokra fogjuk terhelni induló utasonként ezt a körülbelül 10 eurónyi összeget. Ja, az állami beruházás is topról is volt már szó, ez hogyan érintheti a Liget projektet, amiről ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy áprilisban, hogy ezt végül mégis meg fogják csinálni az eredeti tervek szerint. Halaszthatják el ezt is. Állítás egymás mellett is igaz lehet. Tehát, hogy érintheti ez a stop vagy a halasztás ezzel együtt? Főszabályként, ami nem indult el, abban most nem kezdünk bele, 24-től természetesen mindezekre van lehetőség. Gulyás miniszter úr azt mondta ma is a kormányinfon, hogy Oroszország nem jelent veszélyt egyetlen NATO tagállamra sem, és azt is említette, hogy a határvédelem megerősítését sem látják most indokoltnak. Hogyha ez így van, akkor tulajdonképpen mi indokolja a honvédelmi alap létrehozását? Az, hogy ez nincs így, tehát mind a két állításom a sajátos fénytörésbe került, ahogy most ön ezt ismertette. Az első állítás az, hogy ma a legnagyobb nézetkülönbség mondjuk Lengyelország és Magyarország között abban van az orosz veszély nagyságát megítélendő, hogy közvetlen és reális fenyegetést jelente Oroszország Európára. Az Európa alatt most itt a NATO tagállamokat értve, tehát a közös védelmi kötelezettség is összefűzés a szövetségen belül egybeköt, vagy pedig sem. És erre mondtam azt, és ezt tudom csak megismételni, hogy ez szerintünk ez a veszély rendkívül csekély, és tovább csökkenthető azzal, hogyha a NATO tagállamok betartják a 2%-os GDP arányos vállalásukat, azaz, hogy a nemzeti össztermékük 2%-át haderőfejlesztésre költik, és megerősítik saját hadereiket. Ennek megfelelően járunk el, és ezt is mondtam. Tehát akkor ez tulajdonképpen ez azt célozza, hogy ez mégis csak azt célozza, hogy az Oroszország által jelentett veszélyt még a minimálisnál is minimálisabbra szorítsák. Civis pacem parabellum. Békét akarsz, készülj a háborúra. Ön a mai bevezetőjében a kormányinfó elején úgy fogalmazott, hogy a háború Oroszország és Ukrajna között zajlik, viszont Orbán Balázs a parlamentben orosz-amerikai háborúról beszélt. Ezért érdekel, hogy a kormány proxy háborúnak tartja az ukrajnai háborút. Az ukrajnai háborút sokféleképpen lehet értékelni, és hogyha valaki nemzeti sajtót olvas, nagyon sokféle értékelés meg is jelenik. Azt az alapvető tényt senki nem vitatja, a magyar kormány hivatalos álláspontja is, többször a miniszterelnök és kormány több tagja, egyébként Orbán Balázs is elmondta, hogy Oroszország megtámadott egy szuverén országot. Ennél lehet mélyebb elemzésekbe is bocsátkozni, de az alaphelyzet mégiscsak az, hogy éppen az 1994. decemberében az EBSZ csúcs keretében aláírt budapesti megállapodás volt az, ahol Oroszország is elismerte és garantálta Ukrajna területi integritását, és ezt nyilvánvalóan az orosz támadás megsértette. A kormány
Orbán Balázshoz hasonlóan proxy háborúnak tartja az ukrajnai háborút. Ezt is én azt jelzem, hogy Orbán Balázs a saját szavait sokkal jobban tudja értelmezni, és nem is gondolom, hogy így lehet lefordítani azt, amit ő a parlamentben mondott. Az, hogy egyébként van egy, ma már a háború az információs és dezinformációs háború is, ezt nagyon nehéz vitatni. Tehát ma már a háborút egyébként sehol a világon nem csupán fegyverekkel vívják, hanem ennek része, hiszen mindkét oldalról része az információk és dezinformációknak az eljuttatása is. Az utolsó kérdés az olajembargóval kapcsolatban. Az érdekelne, hogy van-e bármilyen elméleti lehetősége annak, hogy a kormány belemenjen olyan olajembargóba, ami a vezetékes szállításra is vonatkozik? Pillanatnyilag nincsen, de mi elmondtuk az Európai Bizottság elnökének is, amikor itt járt Budapesten, miniszterelnök kellő világossággal elmondta azt, hogy független attól, hogy mi a véleményünk a szankciókkal kapcsolatosan, és hogy Európa egyszer stratégiailag is értékelhetné, hogy egyelőre mit idéztünk ezzel elő. De mi tudjuk, hogy Magyarország 1 a 27 uniós tagállamból, és 10 millió állampolgárunkkal végképp nem gondoljuk, hogy mi fogjuk az Európai Unió irányvonalát meghatározni. Ezért, ha van egy egységes irány, és ezt az egységet fent lehet tartani, akkor mi ehhez szeretnénk a magyar hozzájárulást biztosítani, különösen egy ilyen nehéz időszakban. Ezért fogadtuk el az első 5 szankciós csomagot is. A 6. az a baj, hogy azt csak akkor tudjuk elfogadni, hogyha olyan garanciákat kapunk, amelyek azt biztosítják, hogy Magyarországon mindazok megvédhetőek, mindazok a komoly vívmányok megvédhetőek, amelyek ma orosz olaj nélkül nem látszanak megvédhetőnek, például ilyen a rezsicsökkentés is. Ezt meg lehet tenni, ez egy komoly átállást igényel, ebbe az irányba haladtunk egyébként is, hiszen ne felejtsük el, hogy 2030-ra azt vállaltuk, hogy a széndioxid tekintetében 90%-ban kibocsátásmentes lesz a magyar gazdaság. Tehát ebbe az irányba haladunk, ezt fel lehet gyorsítani, de ehhez megoldást az Európai Bizottságnak kell ajánlani. Mi ennyit mondtunk a bizottság elnökének is. Tehát, hogyha jól értem, hogyha lennének ilyen garanciák, akkor a kormány is akár elfogadna egy vezetékes szállításra is vonatkozó embargót. Hogyha ez így van, akkor mik ezek a garanciák konkrétan? Hát ahhoz olyan idő kell az átállásra, garanciák kellenek arra, hogy az átállás megvalósítható, és pénzügyi eszközök kellenek arra, hogy az átállás ne eredményezzen magasabb energiaárakat Magyarországon, mint a jelenlegiek. Köszönöm. Metropol. Köszönöm, Bódi Zoltán, Metropol. És Gulyás miniszter úrtól kérdezném, hogy mi a véleménye arról, hogy a főváros közlekedését egy olyan alapjaiban érintő intézkedéssel kapcsolatban, mint a pesti alsólakpart lezárása, illetőleg a Lánchíd tervezett végleges lezárása. Egyáltalán nem készült sem előzetes hatástanulmány, sem megvalósíthatósági terv, sőt, megtörtént az is, hogy a főpolgármester ugye nem egyeztetett a szakmai szervezetekkel sem, tehát itt az elmúlt héten ugye tiltakozott a Magyar Autóklub, a Taxis Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, és akár a fuvarozók ipartestülete is. Lassan egy éve van lezárva a Lánchíd, és pontosan látjuk, hogy ez milyen rendkívül nehézséget jelent. Azt is láttuk, hogy amíg egy szakasz a rakpartnak le volt zárva, az milyen nehézségeket eredményezett. El lehet képzelni, hogy ha ezt örök időkre véglegesítjük, akkor az folyamatos belvárosi dugókat eredményez. Ha ez a célja a fővárosnak, beleértve az ezzel együtt járó mérhetetlen környezetszennyezést is, akkor ez egy jó döntés. Ha nem, akkor vissza kéne lépni ettől. Mi a véleménye arról, hogy a szakmai szervezetekkel sem történt egyeztetés? A balliberális oldalnak sajátja, hogy mindig az egyeztetés szükségességéről beszél, de valójában, hogyha bárhol, akár csak önkormányzati hatalomhoz jut, akkor semmilyen formában nem igazolja vissza az ő vezetői gyakorlatuk azt, amit ellenzékben szükségesnek tartanak. Arról mi a vélemény, hogy a főpolgármester a távol maradt a Néprajzi Múzeum megnyitásától is, és ahogy ő fogalmazott, ugye ez teljesen szándékosan maradt távol. Sajnálom, hogy így van. Egyébként a Liget projekt következő lépéseivel kapcsolatban lehet tudni már valamit? Készen vannak a Nemzeti Galériának a tervei, jogerős építési engedély van. Szerintem azzal lesz majd teljes a Liget projekt. Köszönöm szépen.
RTL Klub. Horváth Endor, RTL Klub, köszönjük, hogy így az utolsó között is lehetőséget kaptunk. Mi számít a kormány szerint extra profitnak, hosszú távú profit feletti extra profitnak? Hogyan definiálják ezt a fogalmat, hogy mi alapján számolják? Hagyj mondjuk egy példa, mondjuk bankrendszer, jó, csak hogy talán ez a legeklektánsabb ebből a szempontból. Ugye említettem, hogy a bankrendszerben a lakossági betétekre jelenleg átlagosan egy ilyen 0,3%-ot fizet ma a bankrendszer. Miközben az eszköz oldalon ezt a 13 ezer milliárd forintot 7% körüli kamaton a jegybankhoz helyezi be egyhetes betét formájába, vagy állampapírt vehet, vagy kiérzheti a vállalatoknak, háztartásoknak hitelformájába. Már is ki lehet számolni, hogy mekkora a kettő közötti különbség, 7% mínusz 0,3%-on, 6,6, rávetítem a 13 ezer milliárdra, hát ez bőven 700 milliárd forint fölötti összeg. De ez nem extra profit. Ez profit, hiszen a bankrendszer abból él, hogy olcsó forrást gyűjt, és drágában kihelyezik kell, hogy legyen valami marzsa. Tehát ez a 6,6%, ez lehet, hogy ott van, de ez nem extra profit, ez még a teljes profitban szét kell választani a hosszú távú profitot és az extra profitot. Hogy lehet ezt szétválasztani? Úgy is szét lehet választani, hogy megnézzük, hogy az elmúlt 12 évben, vagy akár 22 évben, mi lényegében 2000-től néztük, tehát 22 évben mennyi volt ez a marzs normálisan. Ez 2,5%. Tehát már is, hogyha a 6,6-ból levonom a 2,5%-ot, el tudom különíteni az átlag fölötti profitot. De még mindig nem jó, amit csinálok, mert azonosítani kell azt az időszakot, ahol körülbelül ilyen magas volt az infláció, ez 2003-tól volt lényegében 2010-ig, és egy ottani átlagot kell képezni, ami nagyjából már 3,5% körül van, tehát 6,6-ból levonom a 3,5%-ot, amit kapok, azt szorzom fel a 13 ezerrel, és mivel is megkapom az extra profitot. Na ez az extra profit. Ez ami nem indokolható, és azt mondjuk, hogy ennek nem a teljes részét, nagyjából a kétharmadát elvonjuk. Erről beszélünk. Na most ezt a módszertan minden egyes vállalatnál el lehet végezni. Mondhatom úgy, hogy megnézzük az elmúlt évek átlagos profitabilitását, megnézzük a válság előtti profitabilitást, és ha azt látjuk, hogy jelenleg ennél magasabb, akkor nem, hogy a gyanú megvan, hanem a tény megvan arra, hogy extra profitra tesz szert. Tehát a kormány állítása szerint mind a 8 szektorban működő cégeknek ez a számítás igaz, tehát hogy magasabb a bevételük, mint az elmúlt. Így van. Hát persze valaki nem bankként működik, tehát mondjuk egy telkó cég, ahol mondjuk megnövekedett az internet használók, kábel TV használók. Most ugye önök is tudják, hogy nagyon sok család a COVID közepén otthon maradt, bekapcsolta a kábel TV-t, stb. Előfizetett a ilyen-olyan csatornákra. Adott esetben emiatt a használat miatt megugrott a telekommunikációs cégeknek a bevétele, vagy akár a MMS vagy a SMS alapú forgalom is jelentősen emelkedett. Sokkal jobban emelkedett, mint az elmúlt évekből ez következik. Ugrásszerű emelkedés volt. Emiatt a volumen növekedés miatt is extra profit képződ dött ezeknél a szektoroknál, ez is ki van számolva, el van választva a normális fejlődéstől ez a fajta folyamat. De ugyanez vonatkozik a többi szektorra is, amit mondott. Hadd kérdezek rá egy konkrétra, bocsánat, a légitársaságoknál, ugye ott őket azért a koronavírus járvány erősen megtépázta, náluk milyen hosszú távú profit fölötti extra profitot lát a kormány? Igen, de azért azt ne kérdőjezzük meg, hogy az utas számnak a visszatérése az sokkal gyorsabb várhatóan, mert rengeteg elhalasztott utazás van. Tehát az embereknél nagyon sok pénz maradt. Persze elkölthették volna, de láthatóan a pénzügyi megtakarítás a háztartások zsebébe is, itt Magyarországról is van szó, nem csak a külföldiek zsebébe, de azért hagyd mondjam el, hogy az utasok nagy része ugye a külföldi, ha így nézzük. Nagyon sok megtakarítás halmozódott föl. Ha valaki nem akart eljönni Magyarországra, Budapestre, de most tud majd jönni, ez be fogja pótolni. Ebből adódóan ez az utas szám, mi azt gondoljuk, hogy sokkal gyorsabban visszatér a 2019-es szinthez, és nem csak visszatér, hanem ezt jelentősen is meg fogja haladni. Még egy kérdés, hagyd más tűnő, bocsánat. Nagyon gyorsat, ha lehet, mert már túlfutottuk az időt, igen. És még mindig vannak kollégek, és nem fognak beleférni. Mondta, hogy az összeférhetetlenség miatt megválik majd bizonyos üzleti érdekeltségeitől. Lehet-e már tudni, hogy melyektől és mikorra?
Ja, nem tudom, nekem. Amelyik feleségi jogán nekem szól. Amelyik főasszonytól, de nyilván minden jogszabálynak megfelelően fog a miniszter úr eljárni, és ez be is jelentette, és ezek érdekében az én ismereteim szerint mindent meg is tett, hogy egy adott esetben egy cég átruházására, ennek az átvezetésére mikor kerül sor, az még a cégbíróságtól is függ, de ő mindazokat a jognyilatkozatokat megtette, amelyek az összeféletlenség megszüntetéséhez szükségesek, azt megelőző, hogy hivatalba lépett volna. Köszönöm. És akkor tényleg egy-két gyors kérdés, jó? 24.hu. Kozák Dániel, 24.hu. Holnap ugye attól függ, hogy milyen rendszámunk van, attól függ, hogy milyen árat kell fizetni, tehát hogy a uniós külföldi autós nem hatóságát fizet, a magyar autós meg hatóságát olcsóban tud tankolni. Az a kérdésem, hogy ez összeegyeztető-e az uniós szabályokkal, a szolgáltatások szabad áramlásával? Tehát eddig még benzinárstopp sem volt az Európai Unióban, ezért azt kell mondjam, hogy a helyzet újszerű, nyilván az Európai Unió is ezt értékeli. Mi azt tudjuk mondani, hogy tisztán látható és adatokkal átámasztható, hogy visszaélésszerű volt a Magyarországon tankolás, aminek ráadásul még környezetvédelmi negatívumai is vannak, hiszen átjöttek 50-60 kilométerről is Magyarországot tankolni. Tehát akár egy az Európai Unióban oly népszerű és oly sokszor figyelembe vett zöld szempontot nézek, akár a visszaélésszerű joggyakorlást, mind a kettő amellett szól, hogy ezt korlátozzuk. Nem volt még sem benzinárstopp, sem pedig annak ilyen értelme lett korlátozása. És hozzáteszem azt is, hogy ha én magyarként vagyok Ausztriába, akkor én nem 480 forintért tankolok. A minisztérium kiadás csökkentésekről is szeretnék érdeklődni, ez pontosan mit jelent? Létszámleépítés, beszerzési stopp? Létszámleépítésből, miután egyszer még 2018-ban egy nagy létszámleépítést végrehajtottunk a központi közigazgatásban, ott legfeljebb az ehhez a számhoz való visszatérést jelenti, és néhány száz fős csak az eltérés, de ez most a központi közigazgatás. A nagyobb cégeknél természetesen ott úgy látjuk, hogy a digitalizáció összefüggésben is amúgy is van tér arra, hogy kevesebben dolgozzanak, főleg egy olyan időszakban, amikor egyébként munkaerő hiány van. Természetesen beszerzési stoppot is el fogunk rendelni, tehát sok tételből áll ez össze. És még egy utolsó kérdés, akkor hogy május végén ugye lejár a felmondási tilalom a egészségügyben. Számítanak-e tömeges távozásokra? Én nem számítok tömeges távozásra. Köszönöm. Ha nem maradt több kérdés, akkor köszönjük szépen, viszontlátásra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.